Köszöntöm kedves nézőinket, a Pomász TV képernyői előtt Erményi Brigitta vagyok. Engedjék meg kedves nézőink, hogy önök és a munkatársaim nevében is köszöntsük Pomász szerb közösségét, hiszen ők most ünnepelték a karácsonyt, és ezen a napon körükben a jellegzetes szerb köszöntés, Krisztos Rodi. Nézzük, mivel várjuk nézőinket a képernyők elé. Elsőként versestárunkból hangzik el egy költemény, majd híreinket hallhatják. Ezt követően a Senior Akadémia előadássorozatából ma dr. Jászberényi József Hol vannak a nők, hol vannak a férfiak című előadását hallhatják. Majd Molnár Szabolcs sztárportré sorozatával jelentkezünk. Az előadás után kitekintőnk következik, Erdély egyik legszebb falujába, Torockóra látogatunk el. Az erdélyi kirándulás után Fodor Levente, Cseh Tamás estje következik. Végül ismeretterjesztő sorozatunkban Kis László csillagász előadását hallhatják. Előadásának címe Exobolygók, avagy karnyújtásnyira az idegenek? Tartsanak velünk! Kedves nézőink, versestárunkból hangzik el egy költemény. József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig, megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. De ő csak ment, teregetett némán. Nem szídott, nem is figyelt én rám. S a ruhák fényesen suhogva, kerintek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Új testület, új szervezeti és működési szabályzat. Hírek a Pomázi Zenekastélyról. Új terembérlési díjak a Pomázi Művelődési Házban. Szerb karácsony. 13-ától gyűjtik a karácsonyfákat. Ökumenikus ima hét Pomázon. A bizottságok felállásával több pontban is módosult a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata. Mivel a képviselőtestület a pénzügyi és ellenőrzési bizottsága mellett létrehozta a szociális és egészségügyi bizottságot, a kulturális oktatási és sportbizottságot, a városfejlesztési, városüzemeltetési és műszaki bizottságot, a közbiztonsági bizottságot és környezetvédelmi és természetvédelmi bizottságot. A szervezeti és működési szabályzatában rendelkeznie kellett azok feladatairól és hatásköreiről is. A bizottsági elnökök ezzel kapcsolatosan javaslatot tehettek. A Kulturális Oktatási és Sportbizottság élve ezzel a lehetőséggel az értéktár bizottsági feladatait civil szervezetnek adná át. A testület az Értéktár Bizottság feladatkörét átruházza egy civil szervezetre, ezt sem támogatom. Tehát segítsen a civil szervezet, de a testület hatáskörre legyen az értéktár. Én úgy gondolom, hogy ez így korrekt. Civil szervezet pedig terjesszen be, vagy akár vegyen részt a munkában, de semmiképpen se vegye át az értéktár bizottság munkáját. Én azt hiszem, hogy nem attól működik valami, ami, hogyha az önkormányzat hatáskörébe soroljuk, hanem attól, hogyha dolgoznak azok az emberek, akiket megkérünk erre a feladatra. A Pomász Barátai Társaság tevékenysége évekre visszamenőleg, sőt akár évtizedekre visszamenőleg ezzel foglalkozott, a helyi értékek megismertetését, bemutatását tartotta szívügyének, és tevékenysége során végig ezzel foglalkozott. Pomász Barátai Társaság munkáját természetesen elismerem, és nem is kívánom ilyen szempontból sem lehúzni, sem minősíteni. Biztos, hogy rendkívül sokat hozzá tudnának tenni ehhez a munkához. Tegyék meg, de az Értéktár Bizottság
munkája az maradjon testületi hatáskört. A jogszabály, tudjuk, az lehetővé teszi azt is, hogy az önkormányzat egyik bizottságánál legyen az értéktár bizottságnak a munkája, és azt is, hogy civil szervezeteké. Na most annak idején, amikor az értéktár munkáját elindítottam, akkor tájékozottam az országban a döntő részben, a települések döntő részében, ahol van értéktárbizottság, ott a civilek csinálják. Úgyhogy tulajdonképpen ezzel áll helyre, idézőjelben a világnak a rendje. Nem kell mindent az önkormányzatnak a saját hatáskörébe vonni, amit a civilek vállalnak ingyen és bérmentve a településük iránt érzett elkötelezettségből, azt a civilekhez kell delegálni azokat a feladatokat. A Pomázi Zenekastély Kft. További működésével kapcsolatos napirendet nem tárgyalta a képviselőtestület. E témában úgy a bizottsági, mind a testületi álláspont az volt, hogy megkívánják várni az elrendelt átvilágítás eredményét, és annak ismeretében tárgyalják újra a napirendet. Mint ismeretes, a Sapezó Kft., aki a kastély éttermet működtette, lemondott. Majd őt követve a Zenekastély ügyvezetője is beadta felmondását. Sok mindenhez értek, vendéglátáshoz nem. Én azt tudom, hogy mint pénzügyi bizottság külső tagja folyamatosan arról kaptam tájékoztatást, hogy az önkormányzatnak bele kell tenni évente 10 millió forintot a Kft. Üzemeltetésébe, amit mi szerettünk volna lefaragni, hogy ez ne egy veszteséges önkormányzat szempontjából, ne egy veszteséges vállalkozás legyen, hanem egy nyereséges vállalkozás. Attól, hogy non-profit, az nem azt jelenti, hogy ebbe veszteségesen kell működtetni, hanem ez azt jelenti, hogy ez igenis termeljen valamit, de tényleg nem értek hozzá. Amikor polgármester lettem, én azzal szembesültem, hogy nem 10 milliót teszünk bele, hanem 40 milliót teszünk bele, jöttek, vagy 30 valamennyit, most pontosan nem tudom megmondani, nem is lényeges, de igazából én azt mondom, hogy igen, szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba. Én úgy gondolom, hogy ennek a kastélynak, ennek van egy ügyvezető igazgatója, a Dikácz Péter úr, aki felelős, hogy ott mi történik, és ebben a vonatkozásban, már bocsánat, nem értek hozzá, és ezért leegyszerűsítem a dolgot, de Fehér úrék ott egy szakácsok, tehát vagy egy konyhafőnökök, és nagyon jól főznek, teszem azt hozzá természetesen. Választások után két nappal a konyhafőnök lemondott, mondom, majd az ügyvezető igazgató biztos hoz egy másik szakácsot. Nem hozott másik szakácsot, föltettem neki 4 kérdést, erre ő is lemondott, azt mondtam, jó, akkor nézzük meg ezt a kastélyt. Ezért végül is abban maradtunk, hogy jó, hát akkor nem elég egy pénzügyi ellenőrző bizottság, mint amit először terveztünk, hanem akkor legyen egy átvilágítás. Hát igazából szeretnénk akkor tiszta képet látni, hogy mi történt, de hát gondolom, hogy ez mindannyiunk megnyugtatására fog szolgálni, és remélem, hogy a kastély rövidesen nagyszerűen fog működni. Változik a Pomázi Művelődési Ház helységbérleti szabályzata is. Az új szabályzat kedvezményt és ingyenességet biztosít a civil szervezeteknek társadalmi feladatok átvállalásának fejében. A bevétel csökkenésének és a bevételi kényszer megtartásának az egyidejűsége az problémát okozhat, tehát ezt át kell gondolni, hogy a művelődési ház számára előírt bevételnek az összegét azt vizsgáljuk felül. Egyrészt, a másik pedig, ami ebben a határozatban nem szerepel, de kérném azt, hogy itt a bálok tartásának az időpontjáról a bizottságban beszéltünk erről, ugyanis azok, akik kibérelnék a nagy termet, és ez az egyik leglényegesebb bevételi forrása a művelődési háznak, azoknak a bál időpontját éjfélkor zárni, az nem megoldható, hiszen 8 óránál előbb nem nagyon szokták kezdeni. Bizottság által kiosztott javaslat, miszerint a szabályzatba szeretnék illeszteni az ingyenes, kedvezményes vagy rezsidíjas rendezvények szervezői minden külső fizetési kötelezettségnek fellépők bére, Artisius díjaknak a befizetése, kötelesek eleget tenni, ezek nem terhelhetnek rá a művelődési házra. Második pontban azonos időpont
viszontra szóló igények esetén a felhasználók között az arányosság elvét kell alkalmazni, azok élvezzenek előnyt, akik az összehasonlításban kevesebb időpontra jelentettek be igényt. Hármas pontban előnyt élveznek azok, akik vállalják közfeladat végzését, rendszeres segítségnyújtást, közterületgondozást vagy egyéb közhasznú felajánlást tesznek. Négyes pontban a civil szervezetek is fizessenek rezsidíjat, vagy részt vállalhatnak a fizethetnek rezsidíjat, vagy részt vállalhatnak a művelődési ház fenntartásának, működésének a feladataiból. Ötös pontban, amennyiben a civil szervezet az igényelt időpontban saját hibából mégsem tart rendezvényt, és erről tíz nappal korábban nem értesíti a művelődési házat, két ilyen alkalom után elveszti az ingyenességet, a továbbiakban rezsidíjat köteles fizetni. Ezekkel a pontokkal az ötös pont, ja, még egy másik ötös pont, ja, ugye, azt mondja, hogy a művelődési ház alaptevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, színházi előadások, művészeti vásárok, kulturális és ismeretterjesztő előadások, stb., illetve egészségmegőrzés, rehabilitációt és mentális kondicionálás, gerinctorna, jóga, szenyortánc végző rendszeres tevékenységeket folytatók az intézmény igazgatójától kérhetik a kedvezményes bérleti díj megállapítását. Akkor aki a bizottság javaslatával egyetért, az kérem, hogy szavazzon igennel. 11 igen szavazattal testület elfogadta. Városunkat, mint ismeretes, 4 nemzetiség lakja. Természetes, hogy a sokszínű lakosság hagyományai és szokásai különbözőek. Például az ortodox hívők január 7-én ünnepelték a karácsonyt. Az ünneplés január 6-án, a bőjt utolsó napjának reggelén kezdődik. Ez azért van, mert az új Gregorián és a régi Julián naptár között, amely alapján az ortodox egyház az időszámítást végzi, 13 nap a különbség. Az ünnepet számukra egy hónapos bőjt előzi meg. Szenteste napján az emberek főtt gabonát ehetnek egészen az első csillag megjelenéséig. Maga a karácsony 3 napos ünnep. A szerb nép körében a karácsony ünnep, vallási, liturgikus és népi hagyományok egyvelege. A 13 nap késés miatt az ortodox új év pedig január 13-ára esik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT Pomász településén 2020. január 13-án kezdi meg a közterületre kihelyezett és feleslegessé vált karácsonyfák összegyűjtését. Felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy a fenyők kihelyezésének ideje legkésőbb január 13-án reggel 6 óra. Az elszállítás folyamatosan, de legkésőbb január 25-éig mindenhol megtörténik. Ökumenikus ima hétre várják a pomázi lakosságot 2020. január 20-tól 25-éig. Január 20-án hétfőn 18 órakor a római katolikus templomba dr. Mosolygó Péter, görög katolikus parókus várja az érdeklődőket. Január 21-én kedden 18 órakor a református templomba Lejtényi Emánuel, római katolikus plébániai kormányzó várja az érdeklődőket. Január 22-én szerdán 18 órakor a Caritas ház Szent Miklós kápolnába Stift János, református beosztott lelkész várja az érdeklődőket. Január 23-án csütörtökön 18 órakor a szerb ortodox templomba Jubisav Milisavic, szerb ortodox parókus várja az érdeklődőket, és január 24-én 18 órakor a református templomba Nyilas Zoltán, református lelkész várja az érdeklődőket. Kedves nézőink, híreinket hallották! Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt, sajnálom. Úgy fogom összetartani ezt a családot. Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom.
hol vannak a nők, hol vannak a férfiak? Kedves nézőink, a Senior Akadémia előadássorozatából ma dr. Jászberényi József előadását hallhatják. Szeretettel köszöntjük Jászberényi Józsefet itt a Pomázi Senior Akadémián. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm Önöket. A csapat nagy részével már volt, vagy nagy részének már volt szerencséje általam tartott előadáson, és ez azt jelenti, hogy talán nem riadtak meg annyira, hogy ne jöjjenek el most. Hát egy pár mondatot én is szeretnék mondani bevezetőként. Ugye ez az most már Budapesten és Budapesten kívül pár megyében működő rendszer, ugye amit Senior Akadémiák rendszerének hívunk, ugye az általam vezetett rendszer a Milton Friedman Egyetem szervezésében most már 55 helyszínen van, és több mint 6200 hallgató hallgatja a különböző helyeken az előadásokat mindenféle témában. Mi Pomázra sok szempontból hazajövünk, egyrészt azért is, mert ugye Novák Marcsi itt lakik, és nagyon kiváló senior programot szervez önöknek egy tánccsoport, senior tánccsoport keretében. Másrészt pedig azért, mert elég régóta vagyunk itt. Ugye annak idején még az előző önkormányzat, és a mostani önkormányzat is támogatja, segíti, magáénak érzi ezt a programot. Úgyhogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy legalább ugyanúgy, még az is lehet, hogy még jobban fog folytatódni majd a Pomázi Senior Akadémia programja a következő fél évek során, ahogy már a Marcsi által elmondott program is mutatja. A mai előadásom az egy nagyon alapvető témáról szól, ugye a nőkről, férfiakról, hova lettek ők, hogy alakultak át ezek az identitás problémák, illetve az is nagyon fontos, hogy mi lesz a jövőnk, például lesznek-e unokáink abban az új világban, ami kibontakozik a szemünk előtt. Szeretném közben mondani önöknek azt is, hogy mind a két idén megjelent könyvemből is hoztam. Az egyik az ugye az időskori pszichológiai problémákról szól, összefoglalóan a különböző problémák, tünetegyüttesek, gondok, a felismerésük, illetve esetleg a megoldási lehetőségük, hiszen nekem ugye az egyik szakmám a gerontológus, a másik könyvem pedig a Róma templomairól szól, ami az apropót az adja, hogy én minden évben nagyjából egy hónapot Olaszországban töltök, különböző szakaszokban persze, ahol szociális otthonokban, kórházakban segítek ki időseket gondozva, ápolva, gyógyítva, és ennek alapján ugye hát rengeteget járok Rómában is, az elmúlt 20 évben voltam, vagy 60-szor legalább, és ilyenkor az ember a templomokat is megnézi, és egy nagyon sok érdekes, jó élményt szereztem, és azt hiszem, hogy a világban egyre kevesebben tudnak beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy szent, van olyan, hogy szent, az emberrel megtörténhet. Tehát ez a könyv nem turisztikai jellegű könyv, hanem inkább a szentségről szól, amit az ember felismerhet. Hát így karácsony körül azért sokan fordulunk ehhez, és ennek a mai előadásnak a bevezetői tulajdonképpen azok az énekek voltak, amiket itt páran hallottak, akik hamarabb jöttek, úgyhogy megadta a hangulatot nekünk. No, de én visszatérek a saját témámhoz, amivel most jöttem önökhöz. Ugye, hát egy mottóval indítom, ami fenn is van a táblán, ugye a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonyá teremtette őket az Isten, és aki ismeri ennek az idézetnek a folytatását, az tudja, hogy úgy folytatódik, hogy ketten lesznek egy testé. Ugye ez már önmagában azt mutatja, hogy mintha lennének olyan tulajdonságok, amik a nő tulajdonságai volnának, amikben a nők jók, mondjuk így, és mintha lennének olyan tulajdonságok, amik a férfiak tulajdonságai lennének főleg, máshogy mondva, amiben a férfiak jók, és azért fantasztikus a teremtés, mert ez a két nem összetalálkozik egymással és ketten, amiben az egyik jó, azt a másik erősíti meg, egészíti ki, amiben a másik jó, abban segít a gyengébbnek. Tehát tulajdonképpen ketten valóban valami fajta egységet alkotnak, és biztos vagyok benne, hogy önök is érzékelték már ezt különböző kapcsolataikban, magam is megéltem ezt, hogy valóban léteznek olyan dolgok, amelyekben inkább a nők az erősebbek, és olyan dolgok, amelyekben a férfiak. Azzal kapcsolatban van inkább ma vita, mind a tudományban, mind a közéletben, már a közéletben, a nyugati civilizációban a 60-as évek közepétől már indulnak a viták, hogy tulajdonképpen az, amit női feladatnak és női dolgoknak gondolunk, azt vajon a társadalom erőlteti ránk, és azokat, amiket férfi szerepnek, férfi feladatoknak gondolunk, azt is vajon a társadalom erőlteti ránk, vagy van valami mélyebb
eredete ennek a történetnek. Egyszerűen és magyarul fogalmazva, a nemünk az tulajdonképpen egy társadalmi nem, tehát a társadalom hozza létre a mi feladatainkat és szerepeinket, vagy pedig valamilyen biológiai, vagy esetleg a mögött lévő dolog. Ugye az idézet egyértelműen azt a választ adja, hogy a mögött van, tehát minthogyha kultúráktól és társadalmaktól függetlenül lenne bennünk egy-egy program. A nőben a nő programja, a férfiben a férfi programja, és a hívő ember nyilván azt mondja, hogy ezt a Jóisten tette belénk, a nem hívő ember nyugodtan mondhatja azt, hogy ez a biológia vagy az evolúció, tehát nincs ezzel tulajdonképpen gond, viszont azt hiszem, hogy jól fel lehet ismerni ezt a két programot. Egy nagyon ismert képpel kezdeném az önök számára, mert mindannyian megéltük. Először megéltük gyerekként, aztán megéltük, amikor a gyerekeinket vittük az iskolába, és aztán megéltük valószínűleg már nagyszülőként is, amikor visszük az unokánkat az első nap az iskolába, és azt látjuk, hogy bármelyik iskoláról is van szó. Én nekem ugye 4 darab gyerekem van, tehát 4-szer éltem meg ezt a dolgot velük. Bármelyik iskoláról is van szó, ott ülnek első nap elegánsan, habos-babos ruhában, szépen felkötött loknikkal a lányok, és méregetik egymást, ugye, hogy kivel fogunk barátkozni, ki szimpatikus, ki szép, ki helyes, ki tetszik nekem, ki mellé fogok oda menni majd, és beszélgetek majd vele a szünetekben, és kit nem fog szeretni, az is kiderül az első pár benyomás után. És a fiúk, hát azok ugye nem mondanám, hogy túl sokat ülnek a fenekükön, inkább szaladgálnak, és nagyon hamar lejátszák azokat a meccseket, akár a szónak fizikai értelmében is, hogy mi lesz a rend, mi lesz a hierarchia, és ez nem egyszer 8 éven keresztül így marad, amit ott az elején lejátszanak, és bizony a fiúk játszmái erőszakosabbak, erőteljesebbek, és egyértelműbbek, és világosabbak. A női játszmák kicsit bonyolultabbak, változnak a szerepek, változnak a helyzetek, ugye sokkal összetettebbek a szempontrendszerek is, amik működnek, de működnek ezek a dolgok is. Na most erre az ember azt mondaná, persze, tanár úr, hát ez egy ilyen keresztény világ, akkor is, ha nem volt annyira keresztény az elmúlt 40 évben, de a szerepek azok ugye kijelölődnek, fiúk azok ilyen törvény, határozottság, erő, lányok kedvesség, szeretet, ilyesmi, ne csodálkozzunk ezen. Na ez szeretném kicsit kiegészítésül mondani, hogy ez a dolog kicsit bonyolultabb, hiszen nekem volt 2 egészen kiváló kollégám, Tovola Márta és a Szépe György, sajnos az utóbbi már nem él, sok-sok évet tanítottunk együtt az egyetemen, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ismerhettem őket. A Szépe az egy világhírű nyelvész volt, minden túlzás nélkül mondhatom. És hát ők mesélték, hogy a 60-as években, mint házas pár, az UNESCO-tól kaptak egy olyan megbízást, ugye egyetemi tanárok, hogy járják végig a világon több országot, ahol évkezdés van az iskolában, nézzék meg, hogy történik, és mit tud segíteni az UNESCO, ugye? Pénzzel, tanulóeszközökkel, étellel, bármivel, írjanak egy jelentést, és azon jelentések alapján jönnek majd a segítségek. No hát ők aztán végigjárták Afrikától Szibériáig, semmi gond, Amerikától Ausztráliáig gyakorlatilag az összes létező helyszínt, és minden egyes helyszínen fizikai edukációt láttunk egy pillanatra, egyébként teljesen rendben volt. Gondolom, hogy az örömtánc csapaton egyik tagja szaladnos be. Tehát ugye végigjárták ezeket a településeket, hát ne indítsa nekem itt újra, inkább majd 4 óra múlva, ugye elhalasztom. No, és a következőre jutottak. Legyen az afrikai félig szabadtéri iskola, ahol liánnal van fedve a tanterem, legyen az a szibériai hideg, ahol mínusz 40 fokból jönnek be a gyerekek az iskolába, mindenhol ugyanezt látták. Tehát úgy tűnik, mintha a kicsi gyerekekben nem a kultúra és nem a társadalom ültetné bele a szerepeket, hanem mintha a kultúra előtt, mintha a társadalom előtt lenne egy program, egy beleépített program. A lány tudja, hogy kell lányként viselkedni, a fiú tudja, hogy kell fiúként viselkedni, és nehogy valaki azt higgye az én előadásomat tekintve, hogy én elítélem azokat, akik ne adj Isten úgy születnek, hogy fiú a teste, és lánynak érzi magát, vagy lány a teste, és fiúnak érzi magát. Úgy gondolom, hogy minden társadalmi csoportban vannak ilyen személyes problémák, és bizony a társadalomnak ezeket meg kell érteni, és meg kell próbálni segíteni. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy én most itt arról beszélek, hogy az összes többi dolog az bűn, de a nagy tendenciákat tekintve egyértelműen mondható,
több mint 90%-ban, hogy bizony a fiúk már nagyon kicsikoruktól kezdve fiúként viselkednek, a lányok pedig nagyon kicsikoruktól lányként viselkednek. Tehát nem a társadalom, nem a kultúra ülteti el bennünk ezeket a szerepeket, hanem mélyebben van ez a program. Mennyire van mélyen? Milyen mély ez a program? Mik az összetevői? Ezekről szeretnék a következőkben beszélni. De mielőtt erre rátérek, azért csak hadd adjak egy fricskát ennek a 60-as évektől nagyon divatos filozófiának, amit gender filozófiának is neveznek. Ugye a gender filozófiának az a lényege, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen mindent a társadalom hoz létre. Tehát az ember megszületik egy nemtelen állapotban, persze vannak szervei, de ez nem túl sokat számít, mondják a gender filozófusok. Megszületünk egy tiszta lappal, egy tabula rasával, és a társadalom, a kultúra teszi ránk a szerepeket. Mit jelent ez? Mondjuk megszületik egy kisfiú kisfiúnak, de ha elkezdik lánynak nevelni, akkor lány lesz belőle. És fordítottan is, ugye ezt mondja ez a filozófia, hiszen nincsen semmi, ami megelőzné a társadalmi nemet. Ugye? Na hát ennek jegyében tevékenykednek elég sokan a 60-as évektől, mind a mai napig. Közöttük tevékenykedett ez a John Money nevű, no man is Stoneman, elég pénzéhes amerikai orvos, aki Baltimore-ban ugye létrehozott egy klinikát. És ezen a klinikán mindenféle extrém műtéteket csinált, köztük csinálta ezt a történetet, amit elmesélek önöknek, a kis Bruce Brenda történetét. Ugye mi történt? Egy zsidó kisfiú, akinek a körülmetélését pár hónapos korában az, aki csinálta, hát sajnos elszúrta. Részletektől megkímélem önöket. Ami a lényege a dolognak, hogy hát nyilvánvalóan kiderült, hogy ez a kisfiú nem lesz nemzőképes a továbbiakban. A szülők rendkívüli módon megijedtek, fűhöz-fához szaladtak, hogy valamit kéne csinálni, és valaki ajánlott ezt a szerintem kicsit elmebajos orvost, aki azt mondta, hogy semmi baj nincsen, a kislánynak adunk jó nagy adagban progeszteron és ösztrogén injekciókat, tehát a női hormont ugye felerősítjük benne, és egy remek plasztikai műtéttel én magam, mondta az orvos, át fogom műteni lánynak, tehát gyakorlatilag senki nem fogja tudni, hogy ez kisfiúnak született, hiszen, mondta ő, ahogyan a ma divatos filozófiák vallják, ugye a társadalom alakítja ki a nemünket, tehát lehet, hogy van egy biológiai alapja, de a társadalom tesz fiúvá, a társadalom lányjá. No hát az történt, hogy lezajlott a műtét, tulajdonképpen jól sikerült, azonban a kis Brenda, aki Bruce-ból lett, ugye, a kis Brenda, hát már a bölcsödében furcsa dolgokat csinált, nagyon élvezte, hogy közös WC-re mehet a lányokkal, és ott tanulmányozgatta a lányok különböző részeit, illetve állandóan matchboxokkal játszott, verekedett a fiúkkal a bölcsödébe meg az óvodába, és hát mit tesz Isten, ő volt a legerősebb gyerek, tehát úgy az óvónőknek is feltűnt, hogy itt van valami gond, és hát ez a 60-as évek, ahol már azért Amerikában a szabadság szele működött, ott több óvónő mondta, hogy hát semmi baj, anyuka, apukát, biztos majd leszbikus lesz a kislány, hát a saját neméhez vonzódik, hát mi ezzel a baj, nincs ezzel gond. Úgyhogy egy kifejezetten fiús kislány volt, aki nem is nagyon szerette a szoknyákat, nem is szerette azokat a ruhákat, amiket ráerőltettek, holott egyébként több éven keresztül kapta a hormonkezeléseket kicsiként, tehát elvileg neki már lánynak kellett volna lennie, ugye, az mégse az lett. És hát az történt, hogy ahogyan mindannyian 12-13 éves korunkban átesünk azon a fázison, hogy elkezdjük keresgélni, hogy ezek-e a szüleink, ugye, hogy valóban ők az anyukánk, ők az apukánk, ugye nekem is volt egy ilyen fázisom, hát jól koppantam, mert az történt, hogy elmentek otthonról, elkezdtem keresni a régi szekrényekbe a papírokat, és egyszer találtam egy, ilyen hangos a telefonom, bocsánat, egyszer csak találtam egy nagy, képzeljék el, egy nagy fotóalbumot, és ebben a fotóalbumban ott volt egy napos koromtól kezdve 3 éves koromig az összes fotó, amin a család apám, anyám ott volt, tehát én eléggé meggyőződtem arról, hogy ők a szüleim. Ezzel szemben a kis Bruce, hát Brenda, ugye egész más dolgokat talált, kórházi zárójelentést talált, nem nagyon értette, hogy mi ez, oda vitte egy osztálytársnőjéhez, akinek az apja orvos, és az orvos az elmondta, hogy az orvosi latin kifejezések mit jelentek, hát nem kell mondjam, hogy az osztályba is azonnal elterjedt, hogy itt egy nem váltó eljárás történt, és ő valójában fiú, el tudjuk képzelni azt az osztályt, hogy fogadta ezt a dolgot, kiközösítették, rossz volt neki, nem, abszolút nem a megértés volt az
emberekben. Ő is teljesen tönkrement, elsősorban az édesanyja, aki idegösszeroppanást kapott, és pár év múlva öngyilkos lett. Apukája elkezdett inni, nem tudta feldolgozni ezt a dolgot, és az is öngyilkos lett, vagyis bocsánat, az alkoholban halt meg, tehát ilyen alkoholistaként halt meg. A kisfiú, kislány pedig felnőtt korában kérelmezte az amerikai államtól, hogy változtassák vissza, tehát műtsék újra férfivé. Ez megtörtént, mert addigra már az orvostudomány ezt meg tudta csinálni. Sosem lett boldog ember, s pár év múlva ő is öngyilkos lett. Tehát háromból három, ahogy szokták mondani, teli találat. Ugye miről van szó? Miről van szó? Arról a filozófiai gondolatról, arról az agyament teóriáról, hogy az ember a társadalom által válik férfivé, és a társadalom által válik nővé. Úgy tűnik, hogy egy mélyebb program van bennünk, a mélyebb program az megelőzi a kultúrát, megelőzi az időt. Aki hisz a Jóistenben, annak bízást mondhatom, hogy ezt a teremtés során tették belénk, ezt a programot, és lettünk férfiak és nők. Aki nem hisz, annak minimum annyit el kell hinnie, hogy a biológia, az evolúció, a folyamatok, a természeti folyamatok hozták létre ezt a két különböző nemet. Hiszen el kell higgyük, hiszen a biológiai különbség óriási a két nem között. A hormon működésben 10-30 szoros a tesztoszteron termelés a fiúknál, minimális van a lányoknál is. Progeszteron és ösztrogén meg gyakorlatilag nincsen a fiúkban. Na most ugye a tesztoszteron miért felelős? A versenyért. Én legyek a legjobb, a legerősebb, legtekintélyesebb, a legnagyobb. Ugye a fiúkban ez állandóan benne van. Na most megette a fene azt az oktatási rendszert, amelyben a kisfiúknak ezt a verseny szellemét nem lehet kiélni. Holott azt kell mondjam, hogy a nyugati oktatási rendszer nagyon ilyen. Nagyon ilyen, a kisfiúk vissza vannak fogva, le vannak ültetve, ahelyett, hogy különböző feladatokat kapnának. Hát ugye a megfáradt pedagógus bejön az osztályba, jaj, ez a nyüzsgő gyerek, Úristen, Jézus Mária, három ilyen fiú van. Mit fogok velük csinálni egész nap? Ugye azonnal fogja a fejét, és akkor kezdi őket fegyelmezni, egyes, fekete pont, ilyen büntetés, olyan büntetés. A kisfiú szertelenebb, rengeteg dologra gondol egyszerre, nem tud a fenekén ülni, hát ott van benne, ott mozog a tesztoszteron. Hát csodálkozunk, olyan, mint egy ilyen állandó tűz égne benne. Hát persze, hogy nem tud leülni és figyelni. És ezt az ember, ha normális szülő tudja, egész másképp kell a fiúkkal beszélni, mint a lányokkal, és ha nem tudja, akkor az értelmes fiúk nagyon hamar az értésünkre adják, hogy hogy kell velük beszélni. Ugye nekem két fiam van, két lányom, a kisfiam a Jóci, az 6 éves, és ő már nem egyszer mondta nekem, hogy apa, ne beszélj nekem ilyen bonyolultan. Mondd meg, hogy ez szabad, vagy nem szabad. Engem ez érdekel. Tehát teljesen igaza van, ugye, mert a lányoknak teljesen pontosan el kell mondani, hogy az miért nem, meg mi izé, meg megkérdezi, meg minden. A fiú azt mondja, fehér, fekete. Ha fehér, akkor csinálom, fekete nem csinálom. Ugye nagyon egyszerű a dolog, nem kell, és ő maga se beszél túl bonyolult szavakkal, tehát ő is nagyon egyszerűen és nagyon világosan éli az életét, és remélem ilyen is marad egyébként a továbbiakban. Tehát ugye ez a két nem biológiai különbségéből is fakad. Ehelyett az iskola meg mit mond? Még azt is mondja, hogy Úristen, hát ez lehet, hogy esetleg ilyen kisegítő osztály, vagy ilyen esemis gyerek, ugye sajátos nevelési igényű, hogy nem bír ott a fenekén maradni. Amerikában az ilyen kisfiúnak nagyon hamar gyógyszert adnak, képzeljék el, hogy lenyugtassák, ugye? Tehát ezek elképesztő dolgok, miközben az oktatási rendszernek meg kéne értenie, hogy a fiút fiúsan tanítom, tehát versenyeket adok neki, a kiélheti és megélheti a győzelmet, és nagyon figyelek arra, hogy mindenféle verseny legyen, hogy a kis szemüveges, fizikailag egy kicsit rosszabb kisfiú is arasson sikereket, tehát nagyon figyelek erre, és a lányoknak pedig közösségi feladatokat adok, mert ugye ők remekül tudnak egymás segítve dolgozni. Hát sajnos nem ez a helyzet. Képzeljék el, az Amerikai Egyesült Államokban az általános iskolákban egy egésszel rosszabb a fiúk átlaga, mint a lányoké. Egy egésszel. Ez mutatja azt, hogy az iskola rendszer lánycentrikus. Ugye miközben Közép-Európában harcolunk a nők egyenjogúságáért, a még fejlettebb országokban lassan harcolni kell a férfiak egyenrangúságáért. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az inga egy picit túllengett a közepénél, ahogy szokták mondani, és újabb jelenségek jelennek meg, erre majd ki fogok térni az előadás során. Nagyon komoly különbség van a férfi szexualitásában és a nő szexualitásában, ez is összefügg természetesen a hormonokkal. Ugye egy férfi bemegy egy helyre, ott van egy pár nő,
közülük nagyjából első látásra belövi, hogy kik azokkal, akikkel esetleg komolyabb kapcsolatot akarna létesíteni, és ki azok, akik nem. Egy nő abszolút nem ilyen, ezt a férfiak nagy része egyáltalán nem érti. A nő az ésekben gondolkodik, jaj, milyen aranyos volt a kutyájával, milyen kedves velem, milyen figyelmes, mennyire érzem magam biztonságban mellette. Ugye a férfiak nagy része nem érti azt, hogy egészen jó nők, egészen fura pasikkal szoktak együtt sétálgatni időnként, és nem értik azt a nagyon egyszerű dolgot, hogy a nő számára nem elsősorban a kinézet, persze bizonyos korig biztos a kinézet is nagyon sokat számít, de nem elsősorban a kinézet, hanem a biztonságtudata fontos. Tehát az, hogy mellette biztonságban érzi magát, hiszen a nőben ott van az a program, hogy egyedeket fog szülni, és a születendő gyerekeknek minél nagyobb biztonságra van szüksége. Ugye, ha a másik ember ezt a biztonságot megadja, akkor azt mondja a nő, hogy igen, akkor őt választom. Ha viszont nincsen ez a biztonságtudat, már pedig egy nagyon jól kinéző férfinél ez elég veszélyes, mert az lehet, hogy másnak is tetszik, ugye? Tehát nem egy esetben azt mondja a nő, hogy inkább nem. Tehát én ezt nem vállalom be, nem fog idegeskedni egész életemben, hogy mikor fog elmenni tőlem. Ugye? Tehát a női szexualitás sok-sok ésből áll, és mire a nő azt mondja, hogy igen, addig nagyon sok férfi már elmegy, mert nem tudja kivárni. Ugye? Tehát ez egy jellemző dolog, pedig nagyon-nagyon fontosak ezek a történetek. Az észjárásban is van különbség, és nehogy valaki félreértse ezt, ez nem értékkülönbség. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt értsük. Simon Baron Cohen a korunk Freudja, azt lehet mondani, annyira népszerű a pszichológiában, mint Freud volt a saját korában, írt egy könyvet Elemi különbség címmel. Ebben leírja, hogy a férfias agy és a nőies agy hogy gondolkodik. Ugye a férfias agy az rendszerekben, struktúrákban gondolkodik. Ugye a férfi az fogalmakat alkot, és megjegyzi a lényeget, és arra is koncentrál. A nő viszont rengeteg apróságot is megjegyez, amik látszólag, vagy lehet, hogy tényleg lényegtelenek. Ugye, ha megkérdezem majd Marcsi apukáját az előadás után, hogy mik voltak az előadáson főbb gondolatai, akkor ő valószínűleg egy pár tételmondatban ezt el tudná mondani. Viszont a hölgyek hasonlókat mondanának, de esetleg megjegyeznék, hogy milyen parfümje volt a mellettük ülőnek, vagy hogy hordta a haját, vagy milyen ruha volt rajta, vagy rajtam milyen ruha volt. A férfiak 99%-ban nem is érdekli, hogy az előadó hogy milyen ruhában van, az érdekli, hogy mit mond, ugye? Most emlékszünk az elejére az előadásnak, ketten lesznek egy testé, ugye? Tehát pont ez a jó, mert a nő egy csomó olyan dolgot észrevesz, amit a férfi nem. És ezért a nőtől nagyon-nagyon fontos volna a férfinak tanulni, ugye? Mert rengeteg dolgot a férfi az életében észre sem vesz, és nem érti, hogy miért nem sikeres. Miért nem történnek meg vele azok a dolgok, mint a többiekkel? Mert a többi mögött ott áll egy nő, aki felhívja a figyelmet, hogy figyelj már oda erre is, figyelj már oda arra is, ne csak arra az egy dologra, ami ezt tényleg értesz. És ráadásul ugye a férfi, hogy az úgy működik alapvetően, hogyha koncentrál, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rá tud egy dologra koncentrálni, és abban nagyon el tud mélyedni, de egyszerre több felé nem tud. Tehát amikor majd este hazamegyünk, és a párunk ugye bekapcsolja a tévét, és nézi majd ezt a szánalmas vergődést, amit a Fradi, a Ludogorec ellen fog produkálni ugye este, ne legyen igazam, én leszek a legboldogabb, ha nem lesz igazam, akkor ne nagyon mondjunk neki semmit közben. Mert nem fog rá figyelni. Tehát nem fog rá figyelni, mert a férfi, ha figyel, akkor egyre figyel nagyon. És arra nagyon figyel, a nő pedig egyszerre tud mindent. Hát ugye nekem kettő feleségem volt már az életemben, hármat nem akarok, tehát ne értsék félre, kettő volt, és mind a kettő úgy indította a reggelt, beültünk a kocsiba, gyerekek elrendezve, egyiket neveli, másikat fésüli, közben vezet, belenéz a tükörbe, közben hallgatja a rádiót, velem beszélget. Tehát egy nő egyszerre rengeteg dologra tud figyelni, és egy csomó férfi ezt nem tudja, akkor jön rá, amikor kiderül, hogy a felesége vagy a barátnője olyanra is emlékszik, amire nem kéne. Ugye? Mert hogy sokkal, sokkal horizontálisabb a női agy, sokkal több dolgot tud egyszerre megjegyezni. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és így egészíti ki a két nem egymást. A vezetésben is nagyon jól meg lehet látni egyébként a férfi és a nő különbségét. Rengeteg baleseti statisztika igazolja, hogy a női vezető az a legtöbb esetben úgy követel balesetet,
hogy elgondolkodik, mert unja már azt, ami ott van körülötte, tehát nem túl változatos, és akkor például belehajt az előtte lévőbe véletlenül. Mert hogy annyira nem, nincs már ott, mert annyira semmi az a dolog. A férfinél a legtöbb baleset abból van, hogy nem vesz észre valamit. Ugye? Mert nagyon jól tud koncentrálni a megadott helyzetre, annak esetleg a 7-8 elemből álló részére, jön egy váratlan dolog, hirtelen nem tud mit csinálni, mert ugye lehet, hogy jobbak a reflexei, és gyorsabban tud reagálni, de mire észreveszi, mire az agyába feldolgozza, már ott van a probléma. Tehát a két nem vezetési stílusában is óriási, óriási különbségek vannak, és hát nem véletlen, hogy vannak női vezetői iskolák, és vannak férfi vezetői iskolák. Hát például a női nemnek általában a térérzékelése, térlátása az rosszabb, mint a férfiaké. Tehát egy ilyen oktatásban nyilvánvalóan a nőket alaposabban kell oktatni. Tehát nem azért nem tud betolatni egy nő hátrafelé két kocsi közé, mert ügyetlen, hanem azért, mert másképp látja a teret, mint a férfi. Tehát azt neki alaposabban meg kell tanulnia, még mondjuk a férfinek azt kéne megtanítani, hogy ne legyen agresszív a vezetés közben, és ne higgye azt, hogy az az önmegvalósítás terepe a vezetés, mert a vezetés az nem más, mint az, hogy az egyik helyről a másikra elmenjek. Ugye? Lehetőség szerint baleset nélkül. Ez a vezetés. A vezetés nem verseny, nem bizonygatás, nem mutatom, hogy nekem van a legjobb autóm, és így tovább. Tehát nem, ezek nem részei a dolognak. Úgyhogy azt hiszem eléggé elmondtam, hogy a két agyműködés az mennyire különbözik egymástól, és képzeljék el, hogy már csecsemő korban ez megfigyelhető. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem a társadalom, meg nem a kultúra adja a nemeket. Épp a Simon Baron Cohenig csináltak ilyen vizsgálatot, pár napos csecsemő, alig lát még, ugye fordítva, nagy eséllyel fordítva lát, bár ez nem bizonyított, ezt azért el kell mondjam önöknek, csak ugye ezt mondják, hogy valószínűleg fordítva lát. Odaraknak a kisfiúkhoz ilyen kerekes járműveket. Egyből érezzük az agyi, egyből lehet az agyi frekvencia mérőkön lehet érzékelni a rezgést. Pörgeti a kereket, már ezek az agyak kíváncsi rá, hogy mi az. A lányoknál a kocsikra semmi, az arcokra. Odahajol egy arc, ránéz, közelhajol, egyből mozog a frekvencia magasabban. Ugye? Tehát már akkor eldől, hogy a lányok ebben a szociális kommunikációban lesznek nagyon ügyesek és nagyon jók, a fiúk pedig ezekben a szerkezetekben, tehát az életnek a mechanikus, megoldandó feladataiban. És hát bizony az oktatási rendszernek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellene ehhez igazodnia. Nagyon kellene, mert hiányzik az a racionális, józan, elemző hozzáállás, alaposság, ami a fiúk világához tartozik, meg az a dinamikus versenyszellem, ami a fiúk világához tartozik, ellenben leveses kanállal merik az iskolába, a gyerek fejébe a legyél fegyelmezett, tartsd be a szabályokat, tartsd be a törvényeket, ami a lányoknak, valljuk meg őszintén, sokkal könnyebben megy, legyél szorgalmas, tanulj meg mindent, hát hol tanul meg egy fiú olyat, amit őt nem érdekli? Csak kényszerből, ugye, de a két nap múlva elfelejti. Nos, lehet ezért neki rosszabb ügyet adni, de lehet, hogy úgy kéne őt tanítani, hogy érdekes dolgokat tanítunk neki. Ugye, és akkor milyen fura, akkor ő is jó eredményt ér el. Ugye? Tehát itt nagyon komoly válságban van a nyugati oktatás ebből a szempontból. Én nem általános iskolai szakember vagyok, de mentségemre szól, hogy ezekről a dolgokról Vekerdi Tamástól kezdve Ransburg Jenőig mindenki ír, tehát akiket önök is nyilván olvasnak, vagy hallottak róluk, ugyanezeket mondják, ha nem is ebből a szempontból, ahogyan én beszélek, mert ők nem foglalkoztak ilyen gender kérdésekkel, de hogy válság van az oktatásban, az egyértelműen elmondható. És természetesen ugye az egyház is, köztük például a II. János Pál pápa is foglalkozik ezekkel a dolgokkal. És a pápának van egy csodálatos könyve, az a címe, hogy a nő méltósága, ugye a méltányosság gyakorlása. Hát ő azért írta ezt a könyvet, II. János Pál pápa, hát sajnos ő már rég nem él, hogy látta ezeket a nagy feminista mozgalmakat. Ugye a feminista mozgalmak kétségkívül nagyon fontosak abból a szempontból, hogy kivívják azt, hogy egy társadalomban ugyanarra a munkára a férfi és a nő ugyanazt a fizetést kapja. Kivívják azt, hogy egyenrangúak és egyenjogúak legyenek a nők a férfiakkal. Kivívják azt, hogy nem szabad a nőket bántalmazni, sem szóban, sem
sem fizikailag. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én ezeket a mozgalmakat feleslegesnek, rossznak, kidobandónak gondolom. Egyáltalán nem, sőt le a kalappal előttük. Az viszont, hogy néhány vadhajtása ennek a mozgalomnak el akarja törölni a nemeket gyakorlatilag, és azt akarja beállítani, hogy nincs olyan, hogy férfias, meg nincs olyan, hogy nőies, ez tulajdonképpen egy társadalmi konstrukció, ennél a pontnál én azt mondom, hogy elmennek ezek a fenébe. És nagyon, nagyon furán hangzik, és biztosan, hogyha ezt majd hallgatja, esetleg a tévét nézve egy olyan ember, aki erőteljesebb feminista nézeteket vall, hát én mégis vállalom ezt, amit mondok, hogy az általam ismert radikális feministáknak mind valami baja van a saját nőiességével. Mind. Tehát az a nő, aki azt mondja, hogy igen, a feministának igaza van, legyen törvény előtti egyenlőség, erőszakmentesség, stb., az tök jól éli nőként az életét, csak néha éri a férfiak részéről ilyen rosszabb dolog. De elfogadja, hogy ő nő, és nőként szeretne élni. A radikális feministának viszont alapvető baja van a nőiségével. Tehát ő legszívesebben magát a nőiségét vetné le, és nem érti, hogy miért kapta ezt a borzalmat az Úristentől, vagy a sorstól, tehát nem tud megbarátkozni a saját nőiességével. Márpedig én el kell mondjam önöknek, hogy csodálatosnak tartom ezt a dolgot, hogy van nő és férfi, és az a fantasztikus érzés, és az a fantasztikus dolog, hogy egy nő 9 hónapig a szíve alatt hordhat egy gyereket, ilyet egy apa soha nem fog megélni, nyilvánvalóan. Tehát nem véletlen az, hogy kinek ezt a szerepet, kinek azt a szerepet adta a Jóisten, és ez a kettő együtt lesz valami közös egészé. Ugye visszatérve arra, amiről kezdtem beszélni, felmerülhet önökben a kérdés, hogy mitől születik meg ez az otromba, a férfi és nő határai teljesen elmosó filozófia, ez a gender filozófia 60-as években, hogy hirtelen több ezer évig az emberiség normálisan él, és egyszer csak megjelenik ez az őrület. Hát nyilvánvalóan ez az őrület belekapcsolódik egy sokkal komplexebb, egy globálisabb őrületbe, amit úgy hívnak, hogy multikulturalizmus. A multikulturalizmus filozófiája, gondolkodása minden társadalomban nyugaton megjelenik a 60-as, 70-es években, és a 90-es évektől nagyon erősen a volt szocialista országokban is megjelenik, és ez is egy olyan kétélű fegyver, mint maga a feminizmus, amiről beszéltem, mert a multikulturalizmus egyik állítás sora, miszerint sokféle igazság van, sokféle kultúra él együtt egy társadalomban, ezeket ugye szubkultúráknak mondják, ezekben van csomó ráció, csomó értelmes dolog van, hiszen nem kell elnyomnunk azt, aki másképp gondolkodik. Oké. De az, hogy a társadalmakban a domináns központi kategóriákat, Isten, haza, család, nemzet, közösség, szolidaritás, nemek feladatai, ugye? Ezeket valahogy ez a multikulturális filozófia szeretné elmosni. Szeretné szétmosni, és azt mondani, lassan eljutni oda, például a nemek kérdésében, hogy a gyerek majd döntse el, hogy ő milyen nemű, hogy ő fiú akar lenni, vagy lány akar lenni, ugye? Vagy esetleg valami átmeneti állapot. Ugye vannak országok, ahol nem két nem van, hanem olyan 45-46, ugye? És akkor ezeknek mindenféle változata. Transgender, interszexuális, ugye van egy ilyen általános kifejezés, hogy queer, ugye a queer szó alá tartozik legalább 40-féle nem felfogás, és lassan már tényleg ott tartunk, hogy egy 50 éves ember, ha úgy dönt, hogy ő 3 éves csecsemő akar lenni, akkor a társadalomnak meg kell hajtani a fejét és elfogadni, hogy ő 3 éves lány csecsemőként akarja élni az életét. Szóval ezek nekem egészen extrém és hátborzongató dolgok, és azt mondom, hogy nem szabad ezeket a gondolatokat túlhajtani. És nem jó, hogy a társadalom ezeket túlhajtja. A fontos eszméket nem szabad ilyen módon a szélsőségekig gyakorolni. Miről szeretnék még beszélni ennek jegyében, amit önöknek elmondtam? Egy kicsit visszatérnék ahhoz a vesszőparipámhoz, amit a fiúkkal kapcsolatban mondtam. És az előadásom végső részében arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kell vigyáznunk nekünk is a fiúkra, az unokáinkra, a gyerekeinkre, különösen rájuk, de a lányokra is természetesen. Ugyanis miről van szó? Miért gondolom, hogy lassan a fiúk veszélyeztetettebbek? És ezzel nem vagyok egyedül, mert például az egyik legismertebb pszichológus, filozófus, szociológus, Philip Zimbardo is nagyon sokat írt az utóbbi időben,
Hol vannak a férfiak címmel például külön könyvet erről a témáról, mert ő is azt érzi, hogy a feminizmus utáni időszakban egy kicsit veszélyeztettebbekké váltak a fiúk. Nem arról van szó, hogy ők nem erősebbek, mint a lányok, és nem tudják őket megverni, tehát ne ilyen fizikai szinten képzeljük el, hanem messze menőkig azon a szinten, amiről eddig beszéltem, az oktatás, a szocializáció, a társadalmi érvényesülés szintjén. Mert miről is van szó? Ebben a remek multikulturális társadalomban, ahol mindenkinek igaza van, és mindenki azt csinál, amit akar, mi történik? A házasságok és a párkapcsolatok nagy része válással, szétköltözéssel zárul. Magyarországon minden második házasság válással végződik, Amerikában 40% a válási arány, Belgiumban 75%, képzeljék el, tehát minden 4-ből 3 válással végződik, és az emberek mennek a maguk útjára, többnyire a férfiak mennek el, és ott maradnak a gyerekek. Ugye, és akkor jön a kisfiú, hát honnan tanulja meg az apa mintát? Ugye, nincsen ott az apa. Vagy az apa eleve nem olyan klasszikus férfi, akitől megtanulhatná, mert annak is voltak gondjai, lehet, hogy elvált szülők gyereke, tehát nem tudja megtanulni azt, hogy mit jelent az apa minta. Az az apa minta, aki törvényt ad, aki elmondja, hogy mit szabad, mit nem, határozottan és egyértelműen, nem verni kell a gyereket, hanem világosan elmondani. Ez szabad, ez nem szabad. Amikor már apa megszólal, akkor a gyereknek tudni kell, hogy ott már rend van. Ugye? Addig az apa háttérben van, és az anya intézi a dolgokat, és amikor tényleg kell, akkor az apának elég két mondatot szólnia, és akkor minden rendben. Én könnyen mondom ezt, mert nekem ilyen apám volt. Tehát az ember, aki így nő fel, az pontosan tudja, hogy egy ilyen fajta szerepnek mi az előnye. Most ezek a fiúk ezt nem látják. Nyilvánvalóan anyucin meg próbál egyszerre korbáccsal és egyszerre cukorral nevelni. Hát ugye egy nő nem lehet egyszerre férfi meg nő, tehát nyilvánvalóan örülünk neki, hogy nem rokkan bele, ugye abba, hogy egyedül neveli a gyerekeit, nem is egyszer több gyereket, hármat, négyet is akár egyedül nevel. Mi van tehát? A fiú nem tudja, hogy kell férfiként viselkedni, fogalma nincs erről. És akkor ugye hát az életben kóvályog, nem találja a helyét, az egyik fele a fiúknak nagyon eleven lesz, a másik fele nagyon bezárkózott, az iskolában nincsenek sikerei, nincsenek jó eredménye, a lányokat nem tudja megszólítani, mert ugye ezt is az apától kéne megtanulni, hogy szólsz a nőhöz, hogy szólsz a testvéredhez, hogy szólsz az édesanyádhoz. Ezeket az apa tanítja meg a fiának, amikor viszi magával, és magyaráz, és mesél neki. Ugye ezek nagyon fontos dolgok, a fiús napok, meg a fiús elfoglaltságok. Erre nagyon jó kitalálták például a közös meccsre járást, amikor ugye rengeteg dologról lehet beszélgetni a fiúval. Na tehát ez mind elmarad, és akkor mi történik? Van ez a gyámoltalan fiú, aki nagyon hamar rátalál a videójátékokra. Nagyon érdekes, nézzék meg a lányunokákat, sokkal kevesebb lányunoka kattan rá a játékokra. De ha rákattan a játékokra, akkor is nagyon értelmes játékokra szoktak a lányok. Tehát ahol tényleg agy kell, színekkel játszanak, ruhákkal, stb. Stb. Nekem a Janka lányom 8 éves, olyan játékokat talál az interneten, hogy csak nézek. Jóci fiam, az autóverseny, lövöldözés, őt ez a kettő érdekli, hatalmas fegyverarzenálja van otthon, és amikor beöltözik katonának, csak nézek, hogy úristen, ez az én fiam. Ugye, tehát elképesztő. És ugye mi történik? Győzni akar, sikereket akar elő, és a játékban megtalálja. Tehát elkezd nem is foglalkozni a környező világgal, a játékkal kezd el foglalkozni. 8-10 órákat játszik. A fiúk messze veszélyeztetettebbek a függésben, mint a lányok. Ezekben az okos eszközökben, tehát a fiúra különösen oda kell figyelni, hogy nehogy függő legyen. És akkor mi történik? Eljön 10-12 éves kora. Kialvatlan, rossz eredményei vannak az iskolába, és menjen oda az osztály legszebb lányához, aki egy egészen jobban tanul, és már idősebb fiúk udvarolnak neki. Hát teljesen esélytelen, mert ez a kislány így lepattintja. Hát nem tud neki beszélni, nem tudja elmondani, hogy mit érez. Ugye? Hiába aranyos, meg jól néz ki, és esetleg még tetszik is annak a lánynak. Hát a lány az legyint egyet, és azt mondja, úristen, ilyen gyerekkel, hát azt se tudja, hogy mit akar, ugye, elmondani. Tehát nincs meg azon, nem alakul ki az a verbális potenciál, ahogyan hódíthat. És akkor mi történik? Bizony, mondjuk ki. 10-12 évesen elkezdik a felnőtt filmeket nézni, ugye a pornófilmeket, amikre két kattintással odajut az interneten, és hiába tiltom le,
akkor megtalál egy másik címen, és ugyanúgy fogja nézni, mert ott az a koreográfia van, amit ő akar, az történik, amit ő akar, gyakorlatilag minden úgy zajlik, amit ő szeretne, hiszen ezeket a filmeket kifejezetten arra találták ki, hogy a férfiak nézik, tehát akkor a férfi öröméig tart, ugye alapvetően a történet. Tehát lesz belőle egy teljesen eltorzult személyiség, aki aztán, ha lesz is neki felesége, ugyanazt várja el a feleségétől, mint amiket a filmekben lát. Ugye? Tehát elképesztően őrült ez a társadalom, ami körülöttünk van, és nagyon-nagyon veszélyeztetettek a fiúk. Azt hiszem, ebből, amit elmondtam, látják. Mert az anya mellett felnővő lány, az megtanulja az anya szerepeket. Tehát ő tud anyaként viselkedni, és valahogy az anyai ösztön, az mintha mélyebben is benne lenne a nőkben, mint a férfi ösztön a férfiban. Ez a tapasztalatom, ezt nem tudományos kutatással igazolom, de azért, hogy egy nő elengedi a gyerekeit, még a 21. században is nagyon ritka. Hallani ilyen történeteket, hogy beleszeret valakibe, ott hagyja a családját, és akkor új életet kezd, hallani ilyeneket, de nagyon ritka, nagyon ritka. A férfinél ez sokkal gyakrabban megtörténik, és rengeteg férfi van, aki utána oda sem fordul, meg sem kérdezi, hogy mi volt a gyerekekkel. Gyakorlatilag a gyerekek úgy nőnek fel, mintha nem is lett volna soha apjuk. Ugye ilyen, hát nyilván önök is hallottak erről, tehát nem kell újdonságot mondanom. Úgyhogy felmerülhet a kérdés itt az előadás leglényegesebb mondatait hallva, hogy rendben van, tanár úr, ezt mind értjük, de miért tanítja nekünk idősebbeknek ezt a dolgot, miért nem megy be egy egyetemre vagy egy középiskolába, és tanítja ott. Hát erre az a válaszom, hogy ott is szoktunk időnként felbukkanni, tehát ezzel nincs gond, sőt a saját családomban is próbálom ezeket a dolgokat elmondani. De miért tanítom ezt önöknek is? Azért tanítom önöknek, mert egyrészt ebben a korosztályban még benne van a normális nő, meg a normális férfi kép. Azért szögezzük le, tehát azért 50-60 fölött az emberek még olyan világban éltek, nagyon sokáig, ahol tudtuk, hogy mi a férfi feladata, tudtuk, mi a nőjét. Tehát egyrészt meg szeretném önöket erősíteni, hogy jól gondolják, amit gondolnak, és ez a világ a hülye. Tehát nem önök a hülyék, amikor azt mondják, hogy ilyen nem, meg olyan nem, meg nem tudom, milyen változatokkal találkozunk, hanem az, amit önök tudnak, az a normális élet, hiszen több ezer éven keresztül így élt az emberiség. Ugye, tehát valószínűleg ez a helyes. Tehát egyrészt ezért. Másrészt azért, mert bizony van feladatunk. Van feladatunk. Hiszen ott, ahol nincs apa, ott bizony a nagyapának kell lépnie. Tehát ott a nagyapának kell megmutatni azt, hogy mit jelent az, hogy férfi, mik a férfi szerephez tartozó feladatok. Ha él, persze, hát ugye, ha nem él, akkor legfeljebb virtuálisan tudja megmutatni, ugye? Tehát ez is egy nagyon fontos feladat, és nyilvánvalóan azért mi asszonyok is, mármint hogy önök, ugye, abban azért tudnak segíteni, hogy a fiúnokára jobban figyelnek. Tehát egyszerűen ne internetezzen már annyit, ne hagyjuk, menjünk oda, tudom, először nagyon elutasító lesz, próbáljunk vele beszélgetni. A fiúval sokkal nehezebb beszélgetni, mint a lányjal, mert a lány már udvariasságból is elkezd beszélgetni. A fiú az nem, az oda fogja vágni, hagyjál mama békén, hagyjál, most mással vagyok elfoglalva. De mégis próbáljuk meg átlépni ezt a falat, mert valahogyan meg kell tanulnia beszélni, meg kell tanulnia kommunikálni, meg kell tanulnia a saját érzéseit kifejezni. Mert annál nincs rosszabb, amikor egy férfi nem tudja a saját érzéseit kifejezni. Ugye nincs rá nyelve, nem tudja elmondani, hogy mit gondol. Ugye, és nagyon-nagyon sok ilyen kifejezésben fogyatékos fiúval, férfivel találkozunk az életben sajnos. Ez nagyon-nagyon nagy probléma. Ez nem érzelmi fogyatékosság, mert ő lehet, hogy ugyanolyan érzelmesen éli meg az életét, mint mi. Nem tudja kifejezni. Ez ennek a kifejezésbeli fogyatékosság van. Tehát látják, hogy nagyszülőként rengeteg feladatunk lehet elsősorban a fiúkkal, ebben a megőrült világban, ahol minden arról szól, hogy a férfi legyen minél visszafogottabb, és minél finomabb, és nem tudom milyen nőiesebb, a nő meg legyen férfiasabb. Sassan meg fogjuk azt érni, hogy a nő viselkedik férfiként, és a férfi nőként. Ugye, tehát ez valami egészen őrület, ami körülöttünk van. Rengeteg ilyen kapcsolatot látok. Volt nekem is olyan barátnőm, akit aztán, tehát amikor vele voltam, megkeresett a volt férje engem, és kérdezte tőlem, hogy lehet az, hogy ez a csaj azt csinálja, amit én szeretnék. Miközben, amikor együtt voltak, akkor mindig az volt, amit a lány akart. Ugye? Tehát, hogy ezt hogy értem el,
hogy én vagyok a főnök, úgymond. És mondta neki, hogy nagyon egyszerű, értelmesnek, normálisnak, tisztességesnek kell lenni, és biztonságot kell adni a nőnek. És ha a nő azt érzi, hogy van ki alárendelődni, akkor alárendelődik. De egy senki alá nem fog alárendelődni, nyilvánvalóan, mert érzi, hogy nem tud, ugye? Tehát ez egy teljesen egyértelmű és világos helyzet, hogy az, aki nem tud férfiként viselkedni, az ne várja el, hogy őt férfiként kezelik. Ugye? Tehát ez egy egyértelmű dolog. Úgyhogy nem is métejezem önöket tovább ezzel, azt hiszem mindent értenek abból, amit szerettem volna előadni, és látják, hogy bizony rengeteg feladatunk van az életben, köztük ez is. Köztük ez is. Nem tudunk megnyugodni 60 évesen, meg 70 évesen, nem. Ezt a jó Isten nem adta nekünk. Nekünk most meg kell tanítani az unokáknak, hogy hogy kell nőként, meg hogy kell férfiként élni, mert a társam nem tanítja meg nekik. Ez a mi feladatunk. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak is. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A húgod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Kedves nézőink, Molnár Szabolcs Sztárportré sorozatával jelentkezünk. Sztárportré. Mindjárt kezdünk. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt ért. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengerinc. Együttműködő partnerünk a szünetmenteskazánhoz.hu. Megoldások fatüzelésű kazánok védelmére áramszünet esetén. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Starportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Amikor előre nézek, április-májustól már aggódom, mert nem látok semmit a naptárkában. Ha visszafele nézek, akkor mindig folyamatosság van. De én ezt nem tudom megszokni. Pedig hányan élünk így? Biztos, hogy sokan. Sokan. Te se tudod. De aztán megtelik az a naptár. És megtelik? Megtelik. Mert be kell vonzani. Ha meg nem telik meg, hát akkor meg milyen érdekes, akkor az is üres. Lehet. Hát akkor most akkor itt otthon lehetünk. Hát így van ez. Volt, hogy gyerekfejjel megettem a 17 palacsintát. Ugye ma már ilyet elképzelhetetlenek tartok. De van egy kedvenc palacsintázód a Balaton. Ez így van, ez így van. Idén még nem voltam ott egyébként, tervezem, hogy fogok ott le fogok menni, na de már nem lesz ott 5-6 palacsinta, hanem mondjuk 2 palacsinta fogok enni. És akkor is az egyik az túrós lesz, a másik meg pedig egy ilyen mogyorókrémes, amit szeretek. Tehát, hogy azért figyelek ezekre a dolgokra, egyre fegyelmezettebb vagyok, és tényleg azért mondom, hogyha az ember idejében elkezdi a jó döntéseket hozni, akkor azért az sosem árt, mint hogyha ragaszkodnánk a hülyeségünkhöz, hiszen nagyon sok ember köti az evet a karóhoz, hogy hosszú évekig mond valamit, és így már egy gyerekkorában eldöntötte, akkor ő neki ez már, ő mintha, és úgy magának, magába súlykolja, hogy ő nem tud változtatni, ő ilyen, ő ezen nem tud, de hogy is nem tud, hát ebből így ki lehet állni, csak ő nem akar kiállni, vagy azt gondolja, hogy nem tud kiállni abból a döntésből, és ugye minél tovább mondja a hülyeségét valaki, annál több kárt okoz magának, úgyhogy ezt is meg kell tanulni, mert sokszor egóból döntünk valahogyan, és nem változtatunk, mert én ilyen vagyok, mert akkor az én egóm sérülne, pedig egyáltalán nem kell bizonyos dolgokhoz ragaszkodni. Meg kell tudni, hogy mi az, amihez ragaszkodni kell, és mi az, amihez nem kell. Ez pont nem az. Elindult bennem egy változás, talán egy ilyen két évvel ezelőtt, és elkezdtem mondogatni magamnak, hogy nem mi lenne, ha? Ha változtatnám. Mi lenne, egy kicsit így megpróbálnék változtatni a dolgokon.
például megpróbálnám így rendbe rakni a lakásomat. Az esetleg. Volt az első? Az volt az első. Végtelen akkurátusan mentem végig sarokról sarokra a lakásban, és hát nem mondom, hogy egy két nap alatt végeztem volna, de elképesztő élmény volt, hogy ilyenekre is képes vagyok, na ja, hát, meg miket találok, persze, az is. És ez megmaradt. És stabilizálódott. Akartam is, hogy stabilizálódjon, tettem is tényleg érte, és azóta működik a dolog. Mindenki magán tud segíteni. Amúgy ez is igaz. Mondjunk még ilyenek? Ilyen nagy örök igazságokat? Közhely, raktár. A közhelyek mindig működnek. Hát érte. Egyébként meg igen. Csak mind nem veszük őket komolyan, csak így mind ott vannak a zsebben, aztán nem használjuk. Én már komolyan veszem őket. Na. De azért engem is érnek olyan, hát, olyan dolgok, hogy égnek áll a hajam. Hát, mint például most is. Yeah. Igen. Tulajdonképpen egy olyan állapotba kéne kerülni állandóan, ez az idealizmus, hogy én tele vagyok szeretettel, és jól érzem magam a saját bőrömben. Ezt én továbbadom. És aztán vagy visszakapom, vagy nem, de ahogy már erről beszéltem, valahonnan biztos visszakapom. Tehát olyan, ahogy a Mária mondta, Szepes Mária, hogy csoda az élet, olyan csodák történnek ilyenkor az ember életében, amire egyáltalán nem számít. Hogy lehangoltam, megy, igen, hát most ez, mit tudom én, nem sikerült, mert ezt a bögrét nem tudtam megvenni. És akkor valami hirtelen történik, hogy nem egy bögrét, hanem valaki jön velem szembe, és egy teljes készletet így átnyújt nekem. Tehát visszakapom a bennem lévő jó kisugárzást, csak nem úgy, ahogy én gondoltam, hogy na most akkor egy bögrényi, hanem valami olyan magas szinten, amit hát a jóisten úgy gondol, hogy akkor én azt most megérdemlek 6 bögrét. Vagy rögtön meglátsz egy bögre kiállítást. Igen. Sétálsz. Neked a nagymama, ő egy hívő nagymama, és szoktál vele találkozni? Hát, hogy miket nem tudsz te rólam? Már nem tudok. Oh. Már nincs köztünk. Oh. Bocsánat, nem tudom. De amikor még volt, sokat beszéltünk, főleg vallásról. Ő tényleg az a mély vallásos nő volt, aki minden vasárnap templomba ment, minden pillanatban egy rózsafüzér volt a kezében, úgyhogy igen, vele sokat beszéltünk erről. Hát most már másképp kommunikálunk. Ja, van olyan gondolatod, hogy mit mondana neked most ő, úgy az életre? Hogy miért nem megyek már végre templomba? Ezt mondja. Illetve, hát lehet, hogy rávenne arra, hogy gyónjak végre. Az az érdekesség, hogy én pontosan azt láttam, hogy én a gyónás helyett ezeket a dolgokat leírom, és egy forgatókönyvben szerepeltetem. Ez is egyfajta gyónás, egyfajta terápia talán. Nem biztos, hogy minden esetben kell hozzá, ahogy szokták mondani, egy ház, amit kőből és fából építettek. És mit mond erre a nagymama, amit most mondtál? Hogy ez hülyeség. Azt mondja. Biztos. És egyébként jut eszedbe most olyan gondolat a nagymamától, amit ő az életre úgy mondott, tanított, ami olyan alapigazság, vagy akár a szerelem kapcsán, amit mondjuk mondott neked, hogy kislányom, arra mindig figyelj, hogy... Azt mondta mindig, hogy szeressen 100-szor jobban egy fiú, vagy egy legény, így használta a szót, mint te őt. És ezt akkor nem értettem, miért mondja, és most értem, a rajongásra értette ő. És az én nagypapám 50 évet éltek együtt, de akárhányszor beszélgettek, olyan csodálattal nézett a nagymamámra, olyan büszkeséggel, és szerintem ő erre célzott, hogy szeressenek így engem is majd, és ez abszolút így is lett. Uh-huh. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Aztán, hogy most ezt az ember így választotta-e, vagy... Az nagyon fontos, azt látom egy kapcsolatban, hogy az ember fel tudjon nézni a másikra, büszke legyen rá. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy
sikeres legyen mindkettő a saját szakmájában, aztán ez mindig változik az életben, hogy az egyik, egyszer az egyiknek megy jobban, másszor a másiknak. Tehát például a férjem se örülne szerintem, hogyha én tartanám előtt, vagy nekem sokkal jobban menne, mert a férfi a hiúságát ez bántaná. Egyszer volt, amikor nagyon jó forgalmam lett egy nap, és mentem nagy örömmel, hogy képzeld már el, hogy mennyi pénzt kerestem ma, akkor jörült neki, és azt mondja, hát akkor már nem is lesz rám szükséged. És ez nekem annyira rosszul esett. És utána ő elnézést kért, hogy ő nem úgy félreértem a helyzetet, csak egy férfinek nagyon jól esik egy nőt venni neki ruhát, virágot elhalmozni mindennel, hogy az ő felesége, igen, biztosítani neki. És akkor gondolkodtam ezen, hogy tényleg nem lenne jó, hogyha én nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt keresnék. Hát akkor túl nagy forgalmat neki vágyom neked, nem tudom. Az édesapámmal egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatunk volt, és itt az itthoni fellépéseimen ő mindenhol eljött. Mindenhova eljött. A vége felé már a fellépéseknek ő egy része is lett. Habár mondjuk ő nem énekelt, meg mit tudom én, de ő osztotta ki az ajándékokat, vagy de még 80 év fölött is még? Tulajdonképpen, ugye ő 90 évesen ment el, és 85 éves koráig engem ő mindenhova elkísért, és hát hál' Istennek teljesen egészséges volt még. Tehát azt hiszem neki is köszönhető többek között, hogy így nézek ki, mert mindenki 70-nek satszolta, és a temperamentum, a fizikum, az meg a pozitív hozzáállás az élethez, az adta ezt a lehetőséget, hogy 85 évesen is simán jöjjön velem. Azt adta át neked elsősorban? Ő mindig babikámnak szólított? Jó, miket tudsz, hol néztél ennek utána? Hát ez jó. És a pozitív hozzáállás az az, amit leginkább adott ő? Leginkább szeretetet adott. És tulajdonképpen ez a fajta szeretet egy olyan magabiztonságot ad a gyereknek, illetve hát A nagy gyermeknek is, tehát én mindig a kislánya maradtam, tehát, és ezzel nincs is semmi bajom, én nagyon szívesen. Csak a legnagyobb probléma az volt, amikor ő elment. Tehát az lehet, maga volt a... Akkor kellett felnőni? Egyébként az is lehet, nem? Hát hogy... nem tudom, hogy képes vagyok-e felnőni. Vagy legbelül még mindig. De brutális 2 éven volt utána, mert volt egy olyan lelkismeret furdalásom, hogy az ember ezeket a dolgokat addig, amíg van, addig nem is értékeli igazán. Tehát az hogy az volt az érzésem, hogy én ezt soha nem is köszöntem meg neki. Félek, elalszom. Egyszer. És itt hagysz, mint a busz, és pöfékelsz, elgurulsz, és többé sose látlak. Vagy kiröppensz a számon, mint halottból a szusz. Na, ez nagyon érvényes most az életemben, ez nagyon. Ez de most látod, nagyon igaz ez a dal. Látod, tehát hiába ment el, látod. Igen. Kiröppen a szó, azt de látod. Is. Tehát minden örök, tehát gyakorlatilag ez sem egy szomorúság. Nem. Hanem de csak hát egy helyzetleírás, helyzet, amit... könnyek jönnek. De azt hát mondod, ezenken... félek és elalszom, de tulajdonképpen nem is félsz szerintem. Elaludni sem félsz, sőt, most már lehet, hogy jól is alszol. Szeretnék. Tudsz is most már aludni. Ma például biztos jól aludtál. Tényleg? Vagy nem? Aludtál. Elmondjam neked, hogy ma mennyit voltam fönt? 2-szer felébredtél, vissza. 3 órakor felkeltem, és le se feküdtem. Eszedbe jutott valami, azt leírtad? Bárcsak. Nem jutott? Bárcsak eszembe jutott volna. Olvastál hát valami itt én néztem, sétálgattam azt igazából, tehát néztem, hogy kell fel a nap, csak az volt a baj, hogy amott kelt fel, és nem ott. Hát úgyhogy oda kell kinézni. Mindegy, most már igaz. Úgy nem tudom, hogy hol vagyok, ilyen furcsa, mint egy fehér ruhás, mintha egy fehér ruhás ember lépne felém. Nézzük, ilyen csőlátásom volt, én úgy éreztem, és nem hallottam semmit. És akkor így elméláztam magamba, de ez olyan hosszú időn, tehát amint a kitágulna, és akkor hallottam, hogy Misi, bum, és abban a pillanatban, mintha felgyorsult volna az idő, és hallom 2. Na bakker, mondom. Akkor viszont megütöttek. Elkezdtem rögni saját magamon, mekkora hülye vagyok. Ezt máshogy nem lehet túlélni.
És egy bum, vagyis hogy lement fel, utána már úgy visszamegy, akkor nem emlékeztem semmire. Tehát és akkor a bíró, mondom, hogy fú, jó vagyok, minden rendben van, mondom ötnél, még akkor egy kicsit így támolyogtam. És a kisfiú nagyon, tehát izé volt rutintalan, de egyébként megfogta nekem ugrót, én abban a pillanatban lefogtam, és kiköptem a fogomat jó messzire, megállították a meccset, ugye az edző megmosta, meg mit tudom, visszat, és addig kitisztultam. És a figyelmet igazából arra szeretném felhívni, hogy mondjuk, ha betöltötte egy nő vagy egy férfi a 20. életévét, és komolyan elkezdi gondolkodni, elkezd a jövőn, hogy szeretne édesapa, édesanyja lenni, akkor legyen egy olyan szűrővizsgálat, egy olyan, úgy mondanám, hogy panelvizsgálat, mondjuk kapsz egy kis füzetet, és ott van, hogy mondjuk férfiként, mondjuk neked milyen vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán termékeny vagy-e. Mert hogyha ezt mind 20 évesen tudnád, akkor a gondolkodásod is lehet, hogy megváltozna. Érted? Vagy egy 20 éves nő, aki megtudja, hogy endometriózis, PCOS, és hogy nem tudok mellé, vagy cukorbeteg vagyok, akkor egy kicsit komolyabban veszi talán a párkapcsolatokat. Hát csak már ez ilyen kettős is lehet, mert elkezd megváltozni a gondolkodásmódom, és most az jut eszembe, mint amikor a gyógyszerekről azt mondják, hogy a mellékhatások ezek, igen, és ezek, jaj, akkor megijedek, és már produkálom is a mellékhatásokat, és rosszul vagyok. Ha azt mondják, hogy hát fiatal ember maga, nem is tudom, nem termékeny, csak nagyon kis százalékban, akkor megijedek, és már szinte úgy is érzem magam, hogy hát én nem, okay, is vagyok termékeny. De akkor játszunk el a gondolattal, mondjuk te 20 éves vagy, és séf. Vagyok. Igen. Séf vagyok. Jókat főzöl. Nagyon és, jókat és előtted az egész élet, a karrier mehetnél. Igen, igen. Aha. És közben elmész mondjuk egy andrológiai vizsgálatra, és hamar kiderül, hogy gyakorlatilag nincs élő spermiumod. És tudod miért? Csak azért, mert séf vagy, mert a melegítő eszközök, a sütők pont olyan magasságban vannak, ahol az élet ott lenne, a mag. Változtatunk, és másik asztalnál fogok dolgozni, erre gondolsz. Na, erről, így van, hogy az egész gondolkodásodat befolyásolja, vagy top menedzser vagy, és mindig az öledben van a laptopod. Egyébként pont ez jutott eszembe, vagy a mobiltelefon. Így van. Most lehet, hogy ilyen furcsa. És akkor meggondolod, mondani, hogy nem teszed oda a mobilt, nem de úgy mindenki dolgozol, hogy az öledben vagy, nem úgy, szóval nagyon, nagyon apró dolgokon múlhat ez az egész. De múlik egyébként, tehát ne, igen, tegyük ide a mobiltelefon. Egyáltalán nem, tehát, ne. Hát oda tesszük. Ne tedd oda sem a mobilt, és ne dolgozz úgy, hogy az öletben van lehet, a hogy azért laptop. Fogan meg kevesebb gyermek, mert itt van mindig a... Igen. Látod? És az, tehát, hogy ezt a tudást is olyan jó átadni, hogy min múlhat. Persze... De most tényleg, de te hova tegyem a mobilt, akkor én tedd például... Tedd ide hátra akkor. Kihessék, de hát szerintem minden férfi ide teszi a... Hát ez a nehéz. Mit csináljunk vele? Belsősebb, vagy nem tudom. Belsősebb például. Aztán nehogy szív problémát. De tessék, akkor meg szívrohamat kapok végem. Én annak idején, amikor megnyertem a műsort 2011-ben, én utána 2012 szinte első fél évében végig beteg voltam a hangommal, meg ilyen megfázásos akármicsoda volt rajtam, amiből egyszerűen nem bírtam kikeveredni. Fölvettük az első dalokat a stúdióban, ugye a Lásd a csodát januárban már rögtön, vagy február elején, az meg is jelent utána, és aztán úgy vettem föl az első lemezt gyakorlatilag, hogy 3-4 dalt, nagyon beteg voltam. És a mai napig utálom hallgatni azokat a dalokat, mert én hallom, hogy egy kicsit olyan a hangom. Szóval ez nem jó, ezt el kell engedni. Az nem olyan, mint mondjuk, nem is tudom, hogy megnyerted, és akkor, mint amikor az ember egy kicsit bizonytalanná válik, hogy biztos, hogy én vagyok a legjobb, de megérdemeltem én ezt, de és igen, akkor egy kicsit elmegy a hangom, és már nem tudok úgy énekelni, mert... De igen, és... Azt gondolom, hogy ott jött rám igazából, vagy nehezedett rám igazából egy olyan nyomás, ami alapján azt éreztem, hogy akkor most innentől fogva az lesz a munkakönyvedben, hogy énekes. És énekelned kell, és ha beteg vagy, akkor is meg kell csinálni, és csak nagyon vészhelyzet vagy végszükség esetén lemondani. Na ez pszichésen nyilván hatott rám, és aztán tényleg az volt. Igen, ott egy kicsit megijedtem talán ettől a helyzettől. És akkor mondták, Malek Andrea végül is, nevesíthetem benne, én nagyon hálás vagyok ezért. Ő mindig egyébként is egy ilyen nyugalmat árasztó hölgy, és sok fellépésünk volt azóta is közösen, és ő volt az, aki így legyintette erre, és mondta, hogy ne szedjél durva gyógyszereket, ne kezdjél el ezen agyalni, hogy úristen, mikor fogok meggyógyulni, csak bízd magad a sorsra, meg a természetre, ha kicsit betegen énekelsz egy koncerten, az is te vagy, és az is a te személyiséged, az is hozzád tesz, az is hozzád tartozik, és lehet nekem ez egy mondat így elég is volt, hogy utána ezt azért egy kicsit lazábban kezelem azóta is. Leborultam, imádkoztam, és mondtam, uram,
tégy velem azt, amit te jónak látsz. Bocsáss meg, hogy kételkedtem benned, hogy... És aztán ugye jöttek a viharok, de hát jött a gyógyító kéz is. Jött és meggyógyított, és itt vagyok, és azóta is megyek, és teszem a dolgomat, és boldogítom a kis családomat. Ekkor volt az, amikor a két lánytestvéred is igen. divatozott. Hogy te mindent tudsz? Elmondod ezt, hogy ott mi történt? Hát igen, mikor közölte velem a Zsolcai doktor, dr. Zsolcai Sándor volt az orvosom, aki a második keresztapám, a Jóisten áldja meg minden lépését, és mondta, hogy Margitkám, hívd be a családot, hogy vigyenek el a fodrászhoz, és vágják le a hajadat, mert holnap kapod a kemót, és hát attól rögtön el fog húlni a hajad. És hát nekem mindig hosszú hajam volt, és hát jó hosszú volt akkor is a hajam, derékig ért körülbelül, és akkor jött a gyermekem, bevitt a fodrászhoz, befonták a hajamat, és akkor úgy lenyisszantottak, leesett, és hát nem volt jó érzés, és egész rövid, ilyen kis modern fizurát csinált a fodrásznő, ilyen kis tépet fizurát nekem, akinek mindig hosszú haja volt, és hát az fájt, az fájt. Az rosszul esett nagyon, és akkor reggel korán fölkeltem, illetve reggel korán beállította két húgom, Irénke meg Rózsika, mind a kettőnek hosszú haja volt, és mind a kettő megjelent ugyanolyan levágott rövid hajjal. Tehát ez az összetartás. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt Élt. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengeric. Együttműködő partnerünk a szünetmenteskazánhoz.hu. Megoldások fatüzelésű kazánok védelmére áramszünet esetén. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Mai kitekintőnkben Erdély egyik legszebb falujába, Torockóba látogatunk el. Ahol a nap kétszer kel fel. Korán reggel megjelenik az égbolton, a Székelykőtől balra, majd elbújik a Székelykő mögé, és csak később emelkedik oly magasra, hogy bevilágíthassa az egész falut. Ezt a különös jelenséget az 1130 méteres észak-dél vonulatú Székelykő sajátos alakja okozza. Torockó Erdély legnyugatibb székely végvára és talán legszebb faluja. Az egykori bányászfalu ma a világörökség részét képezi. Az erdélyi középhegység keleti részén elterülő Torockói hegységben, a Székelykő és az Ordaskő szikla vonulatának szűk völgyében Kolozsvártól délre fekszik. Thank you.
falu fűtere nemrég Európa Nostra díjat kapott. Nem mindennapi látvány a falu, fehérre festett ház soraival és a fölé magasodó székelykővel. Szláv őslakók idejében Toroczkó jelentéktelen telep volt. Jelentőségét később is sokáig nem a vasbányászata adta meg, hanem az a tény, hogy az Erdélyt megszálló magyar törzsek közül Ákos vezérnek nemzetsége, melynek feladatává tétetett a székelykövön lévő őrtoronyból vigyázni az előtte elterülő vidékre, népességével a könnyebben és biztosabban védhető toroczkói völgybe telepedett le. Ákos honfoglaló vezérnek várnépe volt a toroczkói völgynek első magyar lakossága. A vasérc kitermelésére a toroczkai család szászokat telepített a városkába. Harmadik Endre király idejétől egészen a 20. századig itt bányázták és dolgozták fel Európa legjobb minőségű vasércét. A toroczkóiak híres fegyverkovácsok és szelszámkészítők voltak. A város arany és ezüst bányászata is jelentős volt, de eltörpült a 3000 vasbánya és a 14 vasolvasztó mellett. A tény az, hogy Toroczkó családai közt is vannak német nevűek, habár az eredeti német név ma már csak okmányokból mutatható ki, mert maga a név magyar formát, magyaros végződést vett fel. Mindaddig, amíg Toroczkó egyszerű királyi bányatelep volt a földesúr s a privilegizált bányászok között nemigen volt ok az ellenségeskedésre. Mihelyt azonban királyi bányaváros lett belőle, és szabad bányászai elkezdtek vagyonosodni, a földesúri család irigykedni kezdett rá. Megkezdődött tehát a vég nélküli viszálykodás a földesúri család s Toroczkónak szabad bányászai, illetőleg a királyi tulajdon között. Ahhoz, hogy Toroczkó az ezredfordulóra az erdélyi népi építészet egyik legértékesebb, megmaradt gyöngyszemévé vált, furcsa módon a település életének két sajátos eseménye járult hozzá. Az 1870-es tűzvész és 1880 után a vasbányászat megszűnése. Thank you.
máig sem tisztázott, hogy a tűzgyújtogatás vagy a véletlen műve volt. Az a tény, hogy a piactér házai égtek le, ahol a legtehetősebb torockóiak laktak, gyújtogatásra utal. ...1870 tavaszán Torockó szép piacterét üszkös gerendák és romok vették körül. Akkori feljegyzések szerint 40 ház égett le. Természetes, hogy mindenki anyagi lehetőségeihez mérten a lehető leghamarabb szerette volna újjáépíteni otthonát, de látván a tűz pusztítását féltek a fától, és házaik falát kőből rakták. Egyforma a házak magassága és nagyjából a terjedelme is. Egyik építető sem akart lemaradni a szomszédtól, de hivalkodni sem szeretett volna. A házak egyéniségét az arányaiban és díszítésében egyaránt jellegzetes homlokzatépítés adja. A vasból készült utcai pincehajtó, mely a boltozott pincébe vezet, a két kis pinceablak, az első szoba két zsalugáteres ablaka, az oromfalon lévő ablak nagyságú nyílás, melyen a betakarított termést emelték be a padlásra, valamint a gondosan, polgári ízléssel kiképzett, klasszicizáló ornamentika, a párkányzatok és stukkó díszítések. Ezeknek a házaknak már kéményük van, és cseréppel fették őket. Különös figyelmet érdemelnek a vasművesség igen finom ízléssel elkészített termékei, melyek a házak tartozékaiként, ablakrácsok, táblák, zárak, kilincsek meghatározzák Torockó jellegzetes faluképét. Torockó kezdetben római katolikus helység volt, történt azonban, hogy egy torockói gazda a tordai hasadék táján legeltetésre adott juhai látogatására menvén, egy vasárnapon elment az unitáriusok ott lévő templomába. Az édes anyai nyelven tartott istentisztelet és ének, valamint a szertartásnak magasztos egyszerűsége nagy hatással volt lelkületére, annyira, hogy mikor csak tehette, átjárt oda magyarul imádkozni. De nem csak maga ment, hanem minden vasárnap egy-egy más torockóit vitt magával, kikre mind nagy hatással volt a megértett és átérzett Isten tisztelet. Átkezdték látni, hogy Istent imádni mennyivel emelkedettebb, mint a gépies cifra ceremóniák látványos szemlélete. S egy szép napon a bányákhoz gyűlve egész városul elhatározták, hogy áttérnek az unitárius hitre. Itt születtem, itt élek, itt nőttem fel, itt halok meg. És innen már kitetszett tenni a lábát valahová? Jaj, voltam sokfelé. Úgy hozta a sors. Férjem építőmunkás volt, és aztán ők
elmentek dolgozni, még Adakalén is voltak Vaskapunál. Annál a nagy vízi erőműnél dolgoztak, vagy 7 évig. Uh-huh. Ott is voltam. Pesten is voltam. Na és milyen az élet itt Torockon? Hát drágám, elég nehéz. Nehéz? Elég nehéz. Hát ugye itt volt a háború. És aztán Kolozs, Erdély itt volt elvágva, Kolozsvártól erre felé. Uh-huh. Mi Romániában maradtunk. Uh-huh. Aztán innen akkor fiatal emberek, férfiak, mindenki. Mindenki. Aztán 46-ba jöttek vissza, akik visszajöttek, aztán volt, aki ugye már általában a fiatal emberek nem voltak meg nősülve, mindazután nősültek meg, uh-huh. visszajöttek. Uh-huh. És most sok a fiatal, sok a gyerek itt? Nincsen, kevés van nagyon. Mindenki idősek már? Igen, mind idősek vagyunk az én korosztályomból. 5-6 haltunk meg most a télen, most a tavasszal. Mert minden korosztályban sok gyerek volt, 30-32, 28, na de most már nincs, 1-2. Most már nincs. És most már azért könnyebb itt, mint a háború után? Hát aztán nem könnyebb, mert a fiatalok, akik ugye itt járják a 8 osztályt, elmennek 8 osztály után a Betlehembe, Enyedre vagy Kolozsvárra az egyetemre, és aztán... Így... Nem jönnek vissza? Nem, hát így nincs megélhetőség. Pedig egy gyöngyszem ez a falu, annyira szép. Hát ez a falu, drágám. Bányatelep volt, ez nem Jobbágyfalu volt, a másik falu az Jobbágyfalu volt, az azután épült ki, most 40-től. Mert 40-től kaptak birtokot a bárótól, ugye? A bárójé volt minden. És mivel Bányatelep volt, azért gazdagabb település volt? 200 vagy 300 éven keresztül Bányatelep volt. Aztán itt ezen a hegyen túl, itt ezen a nagy hegyen túl még van egy hegy, sor, be erdő is van, de hát ott vannak az aranybányák. Tessék elgondolni. És most meg vannak nyitva? Tehát most bányásszák? Hát van nem el? Lehet tudni. Azt nem lehet tudni. Nem lehet tudni? Az aranyos folyik le, ugye az aranyos levégig, hát ugye megkezdve Tordától egészen fel Verespatakig, hát már kár is, hogy mondom önöknek, mert na de ugye itt mind, van, mind voltak, vannak most román faluk, de azok mind a magyaroké volt. Erdő, föld, bánya, minden. Ez itt lakik az unokám. Ennek is a tulajdonos, a bánya tulajdonos volt, kőbányája volt ott Lunkán. Minden héten innen ment 15-20 ember dolgozni. A település hangulatát nagyban meghatározza a kutak és a vályuk sokasága, amelyek szintén a népi építészet jellegzetes elemei. Közülük legszembe ötlőbb a főtéri vajor, tulajdonképpen egy vályúrendszer. Különböző részei egyaránt szolgáltak itatásra, ruha, illetve szőnyegmosásra. Vize a falutól nyugatra emelkedő hegyoldalból származik, egy 17. században épült vezetéken jut a főtérre. A vajor eredetileg fából volt. A 20. század elején kibetonozták, 1960-ban felújították. Állatitatásra 4 vájút létesítettek, mosásra és tisztálásra 2. Az itt lakók egytől egyig vendégszerető magyarok.
A következő percekben Fodor Levente, Cseh Tamás estjét hallhatják. A Leányfalun élő Leventét a 80-as évek végén érintette meg a vers megzenésítő műfaj, s lelkes autodidaktaként gyűjtötte, tanulta a nagyok, illetve sok tehetséges vagy amatőr zenekar dalait. Később saját szerzeményekkel is gyarapította repertoárját. Volt egy időszak című Cseh Tamás emlékműsorához örömmel társult leánya Eszter is. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén, köszöntöm Önöket a Szentendre Szalon vendégeiként. Amikor egy korszakot szeretnénk megjeleníteni, egy korszakot Cseh Tamás dalain keresztül. Ez a korszak 1970-ben kezdődött, amikor ők Bereményi Gézával megismerték egymást, és az ezt követő évtizedekben egy halatlan gazdag művészeti, szakmai és baráti együttműködés indult el közöttük. Több száz dalt írtak közösen, és meghatározó előadó művészei és költője volt Bereményi és Cseh Tamás ennek a korszaknak, amely a szívünkben oly mélyen beleírta magát, hogy nem akarjuk elengedni ezt a korszakot azóta sem. Az a külön nagy öröm számomra, hogy a Szentendre Szalon egyik hivatásához megfelelően tudjuk ezt a korszakot megjeleníteni, nevezetesen annak a hivatásnak, hogy a szűke pátriárkánk kincseit mutassuk meg egymásnak. Akik a Szentendre Szalont látogatják, azok biztos észrevették már, hogy erőszeretettel hívjuk meg azokat a tehetséges kutatókat vagy művészeket, akik itt élnek közöttünk. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy köszönhetem Fodor Leventét, aki Leányfalun él, és aki a akit a 80-as évek végén érintett meg ez a vers megzenésítő műfaj. Ő lelkes autodidaktaként gyűjtötte, tanulta a nagyokat, mint például a Kaláka együttes Csebőzenekart, vagy éppen a Bereményi Géza Cseh Tamás szerzőpárosnak a műveit, illetve hát sok tehetséges amatőr zenekar dalait is gyűjtötte és játszotta, később saját szerzeményekkel gyarapította a repertoárját. A ma este hallható Volt egy időszak című Cseh Tamás emlék műsorhoz azonban nagy örömmel társult lánya, Eszter, aki a Gráci Zeneművészeti Egyetem brácsa szakos hallgatója, és Hornyák Dávid, aki itt él közöttünk, ő Szentendre városban él, talán itt is született, úgyhogy abszolút közülünk való. Úgyhogy fogadják őt szeretettel, aki az Operaház szólamvezető bőgőse, de egyéb hangszereket is meg fog szólaltatni, ahogy figyeltem a mai este során. Hát műsorukban cseh bereményi dalokat fognak egyszerűen és kellő ízléssel előadni, és tekintve, hogy Cseh Tamás is azt mondta, hogy a dalok a fontosak, én el is hallgatok, és átadom a szót, illetve a hangot nekik. Thank you.
éltem magam, mi lesz, ha majd túlon túl előre küldöm. De itt van a dal, szávon kijön, támasznak hasznos égában. Csak most nehogy előre dőljünk. Maradt.
Long, 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 long time. Köszönjük szépen. Szép estét kívánunk mindenkinek, ha már mindannyian itt üldögélünk a képzeletbeli lombos fák alatt, a képzeletbeli napsütésben, és már Antoine és Desiree is megérkeztek, akkor nézzünk vissza ennek az időszaknak az elejére, no meg ki a magáéra. Csőnadrág és hegyes cipő, így állok forte filmeken. Mambo Magnóból szól a dal, nem vagy, de voltál kamaszkorom. Milyen csodás, ugrándozás, kiváltható elállás. Egy rajnák nehéz, klubvezető, vigyázott rám. Mambo Magnó szólt a dal, hárman elloptunk egy skodát, a hősök terénél kaptak el. Hánytam az izgalom miatt, s így változtattam iskolát. Harangszoknyát, két oldalát, aranyjelvként veri a lát. Mély vízi életforma volt, új kultúrának tűnt pedig, de felszáradt, mint egy vodka for, s eltűnt, mint a rock and roll music. Csak kirándulás, egy rándulás, egy rándulás, a régi Mambo Magnó. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle fordulatnak. Rándultak, csak majd megálltak, száz darabra szétszincáltak. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle fordulatnak. Jobb kirándulásom 962 elején volt. Ott fent a Lajos forrásnál az osztály jó nevetett. Nem voltunk még koedukáltak, az osztály fiúkból állt. Az ösvényen fénylő nap voltok közt én, s a többiek Csányi osztályfőnök úrral, Csőke igazgató úrral, Vértes földrajztanárnővel, aki ott ment nylon blúzban. Figyeljétek összetettségét, szólt a tanárnő, s felemel egy csillogó hát, szép poharat. Juharfát és magas tölgyfákat figyeltünk meg, megkülönböztettünk bivét és borzót útunk során. Vértes földrajz tanárnővel a barlatra tört cipőssel, a kék színű melltartóssal, nikotintól sárga ujjal.
disztácson, a pihenőnél a vértes tanárnő lefeküdt, és szemét lehunt a sok borzó között. Ó, pázsi tele virággal, kékkel, pirossal, sárgával, sok-sok földrajz tanárnővel, csupa lehult szeműekkel, a szám teled jó ízzel, hűvös Lajos forrás vízzel, álmos földrajz tanárnőkkel, csupa lehult szeműekkel. Hatállyal békét kötöttem egy összefolyt világgal. Fegyverszünet! Míg külön volt, mind összefolyt, osztálykülönbsége, útszéli fáké. Tapostam a pedált, szememben ugrált a vidék, egy kitelepített ró. Lánya neve Anna Mari. Mindössze foly, egy száguldás összehozta mind, mi külön volt, s az ember nem hitte el, hogy Anna Mari, a napozós Anna Mari beszélt hoz. Mitől úgy jó volt családom, hogy csak titkom volt szabad őt látnom, s egy ócska kerékpáron ő vele elszállnom, 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 elszállnom. Minden fölött, egy világ fölött így szálltunk el Anna Marival, 3 percig elfelejtettük, hogy ő azt, hogy ő melyik, és azt, hogy melyik vagyok én, ahogy a fák is mind összefolytak. Külön van, és félek ettől. Azóta is
összefolyik, mit külön van, és félek ettől, mit külön van, és félek ettől. És félek ettől. Éjszaka volt, sötét, utcáról kaptam a fény, de én tisztán láttam ott, minden megvilágosodott. Magamat láttam 10 év múlva itt, hallottam ezt a mostani dal hangjait, és attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyhában már kitaláltam én azt, hogy mi lesz, a jövőt kértem én, hogy bármit is akar, ne ez legyen a dal. Egy mosókonyhából neki a világnak, mindegy az, hogy mi lesz, az, hogy majd mi lesz, csak ne ez a dal legyen, túl az életem. Magamat láttam 10 év múlva itt, hallottam ezt a mostani dal hangjait, és attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Élem több ilyen. A 74-es év,
mindegyik hajnalán eső esik, mindegyik ágya üdös, s az ágyban nyírkos az ágy nemű. Elfelejtett év, elúsztál, elvitte ágyaidat, talpon álló év, pénztáros asszonyok képeit zörgető filléres év. Nem tudok egy napot sem, nem tudok egyetlen női nevet, pedig napokból állt, és nőket, heteket, hónapot is hozott. A 74-es év, amikor majd minden éjszaka a falban fénycső sipolt, s ott állt kint egy árnyék az ajtó mellől. Az utca sarkon várt, egy férfi és botjával rám mutatott, sötét kabátja volt, és minden kortya előtt megrepett poharam s borom kifolyt. És borom kifolyt, eltűnt a fogasról minden kabát, és minden borom kifolyt, 74-ben elrepett minden pohár. Jó, hogy ennek is vége van. Felvillan, csak úgy távlatilag szemrevételezem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról némi északi fény, de perre nyúlhat a rusz, mert te van csak. Nincs a germánság, ma már kényteni tény, csak a lelkem és házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amit kompol az önazonosság, s közben távol róla jöző szemei, csak az alvadó vérszagot hozzák. Midőn szél támad, égbe fúl be az orr, vajon merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, erőnt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohonod, te marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohonod, te marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk ma hirtelen szintval? Borítékba bezárt szavazatjaival, félő, hogy sziszeg, sziszeg aztán. Még egyszer. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd szintval, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival, félő, hogy hideg, sziszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de bele nyúlhat a rusz medve mancsak. És a fuldokló európai kéz, de tán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik emerre a marra. Pedig több vas kéne, ha tűz halogó, ha már végtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérem, ha népünk nagy hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, borítékba zárt tébolyainkkal?
egy választás, mely sorsdöntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, te marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, te marha magyar szavazó. Midőn eljöv majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk urna elé, boríték a szár tébolyainkkal. Haja a párnán szétfolyik,
és hozzá horkol egy kicsit. Remélem álma jól esik. Mellettem Helga álmodik, jó lenne tudni azt, hogy mit. Jó lenne álmába benyitni most, hogy itt vagyok, Helga, itt vagyok. Mellettem Helga álmodik, a lelke éppen nincsen itt. Találgatom, hogy merre jár, tánkitárt karral égbe száll. Talán a földnek vak szívében, vagy egy képtárban van most Bécsben, folyosók zagyva tengerében, bolyongva épp sietve jár. Helgával menni volna jó. Könyöklök, nézem, hallgatok, forognak néma hajnalok. Most visszahívni nem szabad, álmában tán most épp szalad. Mesztelen testét bámulom, rándul a lába a paplanon. Játszom, hogy Helgát álmodok, ha már álmában nem vagyok. Álmomban Helga mesztelen, könyöklök s nézem egy reggelen. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen, játszom egy néma reggelen. Együtt a földnek vak szívében, majd egy képtárban, mondjuk Bécsben, folyosók zagyva tengerében, keresünk épp kijáratot. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen, játszom egy néma reggelen. Nézd le a Lánchidról a Vén Dunára, nézd meg a Vén folyót, megvan-e még? Hisz ma az ember még azt is csodálja, hogy el nem vették már rég mindenét. Nézd csak utána apádnak, anyádnak, asszonyod vizsgált, hogy asszony-e még. Másodpercenként kell ellenőrizd, hogy a tiéd-e még, amit tiéd. Gondosan leltárosz, így nappá téve, zsebedbe nyúj, hogy a pénz ott van-e. Elvették múltadat és a jövődet, míg félre néztél vagy három hetet, és emlékez volt még egy óvatlan percet, engedted magadnak, hogy félre néz, már arra ébred.
ébredtél, hogy nem vagy férfi, ember, hogy lehettél ilyen merész? Volt még egy istened, egész jó Isten, s könnyelmű percedben feletted őt. S már arra ébredtél, hogy ő is a másik, vicceket mesél a gondviselőd. Nézd le a Lánchídról a vén Dunára, nézd csak a vén folyót, hogy viszi szét. Apádat, hazádat hogyan dobálja, s maga sem tudja, hogy megvan-e még. Vagy tudod mit, ne is nézz le a Dunára, szemedet félcsed, hát ha kisül. Így maradj inkább már így félre nézve, anyátlan, dunátlan, nemtelenül. Csak is a szemedet őrizd, ne is nézz már oda, hát ha kisül. Vigyék csak, kapkodják, nézd te csak félre, bár másik Istenre, aki becsül. Időszak, amidőn egy nap, lapot keverve kártyáztam én. Káró, Köl, Bubi, királynő, töprengve Isten természetén. Az egyik lap a másik fölé, töprengve Isten természetén. És volt egy időszak, mikor a holdat mindent felejtve bámultam én. Klári, Edit és Velkei Margit, az egyik lépett a másik elé. Az egyik lány ment a másik mögé, az egyik lépett a másik elé. És jöttek éjek, világűrmélyek, hogy egymást cserélték asztallapok. Ömlött a bor, sok társaság volt, kezemről az órát elvesztve rég. Bámultam az idő természetét, kezemről az órát elvesztve rég. És volt egy korszak, mikor a holtak túlsó világból üzentek át. Platón, Swedenborg, Proust és Krúdi betűk hemzsegtek hangyák gyanánt. Könyvekből épült kártyavár, hemzsegtek a betűk hangyák gyanánt. Ideje van már, hogy vízre szálljak, fénylapok úsznak a felszínen. Jobb lenne élni ám, de túl a fák már, aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem. Lenne élni ám, de túl a fák már. Aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem.
utcát lefelé, nyitott kabátban hazafelé, lehet úgy fél hét felé, megyek a nincsből a van felé. Cipőben ott az üzenet, az hajtja összes léptemet, visznek szárnyas bokát, minden lépésnél van tovább. Jönnek házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok, táncolok nincsből a van felé, fél hétből megyek a hét felé. Megyek az utcán lefelé, viszem a nincset a van felé, és minden hálám csak az övé, aki ezt így rendelé. Dombos az én utcán, csúcspontján túljut már, lejtmenet lennék meg, szárnyasan lépkedjek, és vissza pillantva, nem látok én vissza, mi kezdetben tettem meg, csúcsvonal takarja. Ömlött a bor, sok társaság volt, kezemről az órát elvesztve rém, bámultam az időt, tovább az utcán lefelé, jövet a nincsből a van felé, veletek házak, oszlopok, veletek együtt úgy futok. Megyek az úton lefelé, 2004 este felé, és ő még azt is jó rendelé, hogy senki sem mondja, gyere bé. 2004, itt van az ég, ez az az ég, hogy semmit se adj, semmit se végy. 2004 van fél hét felé. Megyek utcámon lefelé, nyitott kabátban hazafelé, megyek egy fényes ház felé, jó lesz majd ottan hét felé. Jó lesz a kedvem, majd rántom az ajtókat, húrodok ott majd meg, mindenén térdelnek, és azt kell éreznem, hogy célba érkeztem, és talán lefekszem, végre is lefekszem, és talán lefekszem, a földön elfekszem, és azt kell éreznem, nincs már mit végeznem. Hát ilyen az utcán lefelé, nyitott kabátban hazafelé, érezve, hogy minden csak az övé, aki ezt így rendelé. Mit gondoltam, üres szobánkban, egy magamban.
most jó kedvem lesz, jó kedvem lesz, akkor is jó kedvem lesz. Valaki elpusztul, talán az én leszek, de jó kedvem lesz. Befele néz, menj hát bele, be a sötétbe. Vége nem lesz, hiába tudod, hogy mi a vége. Menj hát fiú, így biztatom a kabátomat. Hetek után az üres szobából ha kiszalad. Menj hát fiú, így biztatom a kabátomat. Hetek után az üres szobából ha kiszalad. Be a sötétbe, éjszaka van. A legjobb barátod vagyok, fizes, ha van. Micsoda világ, a szememet szúrja, szúrja, mit látok ott? Fizes, fizetek neked egy konyakot. Rég nem találkoztunk, szeretszem én, mert én szeretlek téged. Rajta fiú, tudom, hogy ügyes vagy, ugorj át engemet! Régóta nézlek, te nem vagy ide való. De jó, 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 de jó. Mi van a tükörben? Nézd oda, mert én nem merek. Valami párány, ha nem tévedek. Túl jó, nem gondolod? De túl jó. Most hajó vagy párány? Nem párány, nem. Hajó, hajó, hajó. Mész, be a sötétbe, éjszaka van. Mi van? 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 A legjobb barátod vagyok, ha van. Micsoda világos, a szememet szúrja, szúrja, mit látok? Fizes, fizetek neked egy konyakot. Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Keresztben égeső gombázza szép azt, amit láttam. Számban az íz, valami íz, és nem múlik el. Ágyamon felülvel levetem a kabátomat. Számban az íz, valami íz, és nem múlik el. Ágyamon felülvel levetem a kabátomat. Come on.
drága útjaim voltak nekem. Szól Desiré, most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, s hány tévedés, tán hazudtam is, s volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán volt egy-két este, ami nincs megvezve, s valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül. Tárárárárám. Tárárárám. Azt a kevés, nem is tudom, hogy micsoda, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog. Az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt. Talán csak így volt egy-két este. Tarararam. És az is hagyján, hogy szekrényben él.
Álmodni mégis csak egy kökkentő, hogy mászhatott fel egy szegény nő a munkásszállás legtetejére. Már erre tényleg mondtuk nekik, hogy néhány levelünk összekötve leresztettünk a bölvinkbe, és szegény icát mi így húztunk fel. Úgy húztuk icát a negyedikre, én a fejnáj a bíró Imre, és egy szegvényben elregettük őt. Elvitték icát a rendészek, ki az emelet így becézett, te vagy a legelső állandó őri. Szomorkodott a munkásszállás, jöhet a nők utáni rohangálás, elment az egyetlen nő, ki állandó. Szokás szerint álmomban megjelentek Beke és Pierre. Azt mondtam, hát itt vagytok megint. És feljebb húztam a takarót. Mondd, honnan bújtunk elő, kérdeztem Pierre-t. Mondd, honnan bújtunk elő, utánzott Benke, s mellé bebújtak ő. Ezután azt álmodtam, hogy Pierre köhög, erre azt mondtam Benke, nyújj ki csak a hamutartó. Könyvek között a széken találsz egy pohár vizet. Ígyunk mind a hárman egy kortyot, azután tegyük el magunkat holnapra. Ígyunk mind a hárman egy kortyot, azután vegyük el magunkat holnapra. Engem Pierre meg én. Ismeretterjesztő sorozatunkban Kis László csillagász előadását hallhatják. Előadásának címe Exobolygók, avagy karnyújtásnyi ranzidegenek. Na szóval jó estét kívánok, vagy szép napot kívánok, vagy nem is tudom, hogy hogyan köszönhetnék. Ugye az előadásomnak a címe Exobolygók, karnyújtásnyi ranzidegenek, egy kérdőjellel a végén. Nincs semmi karnyújtásnyira, a levegő van karnyújtásnyira.
Ugye ez az előadás arról szól, megpróbálok nem nagyon hangosan röcsögve arrítozni, mert van egy mikrofon, hogy a tévé halljon, de én nem tudok halkan beszélni. Ezt a feleségeim sokszor elmondták már különböző konnotációban a fejemhez vágva, hogy te mindig ordibálsz. Na mindegy, tehát majd megpróbálom, hallom, hogy itt most visszarecsegek egy kicsit, de nem baj, valahogy majd halkan próbálok beszélni. Nem fog menni. Na lényeg, ami lényeg, hogy tehát a célom a következő, az előttünk álló szerintem 50 percben, tehát 7-ig, ugye erről szól a... Legalább 7-ig, tehát szerintem ilyen 50-55 percben a jelenkor csillagászatának egyik legizgalmasabb témájába szeretném ellátogattatni ezt a közönséget. Szeretném, hogyha együtt kirándulna a tisztelt közönség velem az exobolygók világába, ahol már csak azért, hogy picikét tegyük el a helyét a dolognak. Tavaly decemberben volt a Gábor Dénes díjátadó a parlamentben, ahol az egyik felterjesztettem, Makos Gáspár, magyar csillagász, megkapta Gábor Dénes díjat. Ugye az átadó Kövér László, parlament alelnöke, parlament elnöke, és hát mindenféle magas notabilitások, és hát legalább háromszor elhangzott a parlament ülésteremben ez a szó, hogy exobolygó. Tehát szerintem még soha a magyar parlamentben nem hangzott el korábban az, hogy exobolygó. Az lehet, hogy elhangzott, hogy rexobolgó, de valami mondatban értelmetlenül. Ma viszont 2018-ban már eljutottunk odáig, hogy ezzel a témával ténylegesen politikusok is értelmesen, ez a kettő ez elég nehéz egy mondatban összetenni, de politikusok értelmesen is tudnak foglalkozni. De ténylegesen egy nagyon lelkesítő körben, vagy lelkesítő korban élünk. Itt elhangzott a igazgató által az intézményemnek a neve, én azért kiszoktam oda írni, hogy Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtani Kutatóközpont konkrétan a Miklós Csillagászati Intézet betűszóként, és egy marscsokit ajánlok mindenkinek általában, aki vissza tudja mondani az előadás végén okostelefon nélkül és internet kapcsolat nélkül. De egy elég bonyolult nevű intézetből jöttem, ami mondjuk így, hogy a Magyar Csillagászatnak az ászlós hajó intézete, a 100 magyar csillagászból 60 itt él, mozog, dolgozik, és kapja azért a fizetést, hogy ő csillagászattal foglalkozik. Ugye az exobolygók korszaka az 1995-ben kezdődött. Kevesen tudják, hogy ez egy új korszak hajnala volt, immáron 23 évvel ezelőtt. Hányan nem léteztek még 1995-ben? Itt kezeket föl gyermekek, tehát elég sokan. Tehát azért ugye én nagyon örömmel látom, egyébként az előbb próbáltam megszámolni a fejeket, és föltételezve, hogy minden testhez egy fej tartozik, eljutottam egy olyan becslésig, hogy 70-80 ember üldögélhet itt, és hát így szerintem, hogy körülbelül fele 95-ben még nem is létezett. Tehát most már mondhatjuk azt, hogy egy negyed évszázados sztoriba csöppenünk most ma este bele. Az exobolygó az egy rövidítés. A kifejezés, amit lerövidít, az az extraszoláris bolygó, azaz naprendszerünkön túli bolygó, azaz nem a nap körül, hanem más csillagok körül keringő bolygó. Ugye ezeknek a története nagyon sokáig a science fiction irodalom, filmek, zeneművek és hasonló művészeti alkotások területére voltak szorítkozva, de a 90-es évek közepe óta immáron ez komoly tudomány. És a ma esti előadásnak igazából az egyik fő üzenete az az, hogy a modern tudomány az nagyon sokszor a megvalósult science fiction, a megvalósult tudományos fantasztikum. És az exobolygók területe, az exobolygók vizsgálata az kimondottan az a terület, ahol ezt szinte teljesen egyértelműen ki lehet mondani. Ugye mi történt 1995. november 23-án? Két svájci csillagász, Michel Mayor és Didier Queloz, a PhD hallgatója, publikáltak egy cikket a Nature magazinban, ez ugye a legnagyobb tekintélyű tudományos magazin, arról, hogy az 51 Pegazi jelzésű csillag körül kering egy bolygó. Egész konkrétan azt mondják, hogy egy Jupiter tömegű társ egy naphoz hasonló csillag körül. Tehát korábban ilyeneket még nem tudott a csillagászat kimutatni. Ami ebben az esetben történt, itt be van egy szép szó, vagy szép kifejezés karikázva, vagy hát nem is karika, mert nem kör, hanem ellipszisezve, vagy ellipszoidálva,
ugye radiális sebességméréseket végeztek a kozmikus Trafipax alapelvével, ahogy a rendőrök megmérik az autónk sebességét, és ha túl lépjük a sebességlimitet, akkor fizetünk. Tehát ahogy a rendőrök megmérik az autók sebességét, ugye a csillagok sebességét is meg lehet mérni, ha a színképüket elemezzük. Tehát a színképükben Doppler effektust kell, aki érti, érti, aki nem, teljesen lényegtelen. Lényeg, ami lényeg, hogy ha egy csillag körül kering egy bolygó, akkor a bolygó körül is egy picikét kering a csillag. A közös tömegközéppont körül, ez a hülye mikrofonra nem tudom mutatni, de szóval szépen a kettő, szépen a két égi test egymás körül kering. Tehát ha a csillagnak van bolygó kísérője, akkor a csillagra is van gravitációs hatás a bolygó által, ennek eredményeképp néha közeledik, néha távolodik. Na ezt sikerült az 51 Pegazi esetében kimutatni, és az első újdonság már ott megvolt. A Merkur pályáján is belül keringett a másik csillag körül. Ugye a mi naprendszerünkben van ezek, vannak ezek a jó kis bolygók. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, kőzetbolygók belül. A legközelebbi a Merkur, 40 millió kilométer. Aztán jönnek az ilyen óriás bolygók, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, gázbolygók milliárd kilométerekre, ugye a Saturn, a Jupiter az mondjuk még csak 500 millió kilométerre van, aztán megyünk kifelé, és mondjuk mit tudom én, a Neptunus az már 30 csillagászati egység, 4,5 milliárd kilométer. És aztán még vannak a jeges vackok, mint amilyen a Plutó és a többiek, de a lényeg, ami a lényeg, hogy a mi naprendszerünkben ismert bolygóképbe egyáltalán nem illeszkedett bele ez a Jupiter tömegű társ, mert hogy 8 millió kilométerre, mindösszesen a nap-Merkur távolságnak az ötödére kering a csillagától, az 51 Pegazitől. Ezt ma már úgy hívjuk, hogy forró Jupiter. Akkor még nem is tudtuk elképzelni, hogy ilyen típusú égi testek léteznek. Na lényeg, ami lényeg, hogy 95 novemberében elindult a sztori, és mára azt lehet mondani, hogy több ezer exobolygót ismerünk, egy egész világ létezik odakint, más csillagok, bolygók képében, és igazából lassan, de biztosan eljutunk odáig, hogy a nagy kérdés, a nagy filozófikus kérdés, egyedül vagyunk-e az univerzumban, van-e élet számára alkalmas hely, esetleg ki tudunk-e mutatni életjeleket más bolygókon, valódi tudományos kérdésekké váltak. Amiben a következő nagy áttörés 95 után bekövetkezett, az 5 évvel később, 2000-ben következett el, amikor a HD209458 tök mindegy, egy telefonszám jelzésű csillag körül sikerült legelső alkalommal kimutatni azt, hogy a bolygója nem csak kering körülötte, és emiatt a csillag mozog előre-hátra, hanem még ráadásul a más csillagok napfogyatkozása jelenség is bekövetkezik. Ha pont éléről látjuk, vagy közel pont éléről látjuk a bolygó pályáját, akkor minden egyes keringés során a bolygó kitakarja a csillag korongjának egy parányi részét. Ugye ezt mi nem látjuk. Még a világ legbazibb, legóriásibb teleszkópjával is pontszerűnek látjuk a csillagokat. Amit láthatunk, az az, az itt alul látható, idő függvényében, ha megmérjük a csillag fényességét, akkor semmi, hoppá, na hát elhalványodik, és semmi megint tovább, és ez periódikusan. Tehát fényesség csökkenést okoz, ha szerencsés helyzetből látjuk a bolygót. Ezek az úgynevezett fedési exobolygók, és az előadás hátralevő részében kizárólag fedési exobolygókról fogok beszélni. Mert hogy az elmúlt 18 évben, rémes belegondolni, aki akkor született már nagykorú, tehát az elmúlt 18 évben, mióta a legelső fedési exobolygót felfedeztük, ténylegesen ez lett a legdinamikusabban fejlődő kutatási terület, én szerintem nem csak a csillagászatban, hanem szinte mondanám, hogy az egész természettudományban. Ömlik bele a pénz, ömlenek az új eredmények, ömlenek az új eszközök, nagyon sok új űrtávcső, űreszköz, földi órás, óriás távcsőnél, ez a fő tudományos hajtóerő. Vizsgáljuk meg a más csillagok körüli bolygóknak a világát. És ha valaki megkérdezi, hogy miért van ez, akkor van egy nagyon cinikus válaszom. Ez az a terület, ez az a téma, amit még egy politikus is megért. Tehát ott van egy csillag, van egy bolygó, elvonul a bolygó, ez középiskolás, sőt, általános iskolás fizikával meg lehet érteni. Tehát ezt még egy politikus is képes fölfogni. A döntéshozók is fölfogják, hogy ezek a mérések, ezek az eredmények fontosak számunkra.
Az előadás gerincét egy űrteleszkóp eredményeire fogom építeni. Amit a Kepler űrtávcső néven ismerünk, az a vigyorgó úriember ott a kép jobb szélén, ő nem Kepler, mert ő már rég meghalt, vagy 400 évvel ezelőtt. Ő Bill Borucki, egy amerikai csillagász, harmadik generációs lengyel származású csillagász, aki 1984-ben, tehát már immáron 35 éve ezelőtt, 34 éve ezelőtt, kiszámolta egy kollégájával, Ozzie Summers-szel, hogy egy módszer más bolygórendszerek detektálására. Most ezek ilyen cikkekből tök mindegy, hogy mi van odaírva, apró betűéssel látom elolvasni, teljesen mindegy. A lényeg, ami lényeg, a 80-as évek közepén, első felében, amikor Lacika az első távcsövét éppen kirimánkodta a szüleitől, ugye magamról beszélek, akkor ő azzal foglalkozott tudósként, hogy hogyan lehet exobolygókat, ő még nem hívta így, bolygórendszereket felfedezni, és kiszámolták azt, hogy nagyjából olyan 10 000 csillagot kell folyamatosan figyelni, hogy tuti biztos találjunk néhányat. Hiszen eszméletlenül szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy egy adott csillagnak, ha van is bolygója, az pont a Földről nézve áthaladjon a csillaga előtt. Tehát ez a jelenség, hogy ez így pont éléről látszon a bolygónak a pályája, ez ritka. És pontosan tudjuk, hogy ha az 5-ös lottót meg akarjuk tutira nyerni, akkor az nagyjából 43 millió szelvényt ki kell tölteni. Ezt ne kevesen vállalják be, mert 43 millió lottó szelvény az többe kerül, mint amennyi lehet nyerni egy tuti biztos 5-ös lottó találata. Ez most teljesen lényegtelen részletkérdés. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ahhoz, ahogy a lottó nyerési esélyeit is úgy tudjuk növelni, hogy csomó lottó szelvényt kitöltünk, úgy az exobolygók felfedezését is úgy tudjuk növelni, ha nagyon sok csillagot megfigyelünk. Nagyon sok csillaghoz nagy távcső, nagy látómezővel szükséges. Az úriember még 35 évvel fiatalabb állapotában kiszámolta azt, hogy egy ilyen 1 méteres távcső 50 fokos látómezővel alkalmas ilyen mérésekre. Az életének a rákövetkező 25 éve ráment erre az ötletre. Én nekem maximális elismerésem azért, hogy valaki a produktív életének lényegében a legnagyobb részét, 25 év, negyed évszázadot valakinek, tehát 40 évesen, vagy 35 évesen rájött az ötletére, akkor 60 éves, mire learatja a dicsőséget. Tehát 2009-ig eltartott, mire a NASA-t képes volt meggyőzni Bill Borucki, hogy igen, adjatok nekem 600 millió dollárt, és én felfedezek nektek 5000 exobolygót. Mert ugye a 90-es években nekifutott többször, hogy igen, építsük meg ezt az 1 méteres teleszkópot, ami 10 000 vagy 100 000 csillagot fog mérni, és majd ki fognak potyogni a fedési exobolygók. Háromszor dobták vissza, és igazából a HD 2049-458 2000-ben bekövetkezett felfedezése, tehát az első fedési exobolygó felfedezése volt az, ami az utolsó szöget beleverte a NASA ellenkezésének koporsójába. Ez egy elég csúnya kép, de mindegy. Szóval a lényeg, aminek az utolsó érv az első fedési exobolygónak a felfedezés. Addigra volt az, amikor elhitték amerikai döntéshozók, hogy igen, ezt meg kell csinálni. Ugye a Kepler űrtávcső az 2009 és 2013 között működött. Az égboltnak egy parányi 100 négyzetfokos tartományán folyamatosan végzett megfigyeléseket. Összesen olyan 150 ezer plusz csillagról fél óránként fölírta, vagy hát följegyezte digitálisan, természetesen 6/10 pontossággal, hogy milyen fényes. És lényegében ilyen rendkívül unalmas adatokat szült ezen az égterületen az ott található csillagokról. A távcső egy Schmidt-teleszkóp, egy ilyen nagy teleobjektívnek is tekinthető, aminek a hasában, ez itt egy normál méretű ember, nem egy hobbit, egy nagy CCD mozaik, egy 42 CCD-ből álló mozaik kamera kapott helyet. És ez a mozaik kamera digitális eszköz, mint ami a telefonunkban is van, szépen készítette a képeket és kiolvasta a csillagoknak a fényességét. És mivel a világűrből, napkörüli pályáról tette ezt, nappalok és éjszakák váltakozása nélkül, folyamatosan, megszakításmentesen, 4 éven keresztül. Most ehhez rettenetesen sok kis kínai rabszolga kellene, hogy a Földről megcsináljuk. Ráadásul ugye a földi légkör zavarja a méréseket. Tehát ez egy kimondottan egy olyan céleszközt igényelt, ami csak erre jó, és semmi másra.
Ugye ez egy célműszer volt, a Kepler-űrtávcső, és lényeg, ami lényeg, hogy a valójában az Földünk átvonulásainak a fényesség csökkentő hatását is képes volt kimutatni. Itt most visszaugranék ehhez az ábrához, és ugye képleteket nem rajzoltam, egyetlen egy képlet nincs az előadásaim között. Ugye azt szokták mondani, hogy minden egyes képlet megfelezi egy könyv olvasótáborát. Ugye ezt egy könyvtárban nyugodtan ki lehet mondani, ha egy könyvben van 10 képlet, akkor 2 a tizedikennel csökken az olvasó tábor, ezred részére lecsökken az olvasó tábor. Na most minden egyes előadáson megduplázza az alvó fejek számát a képlet. Tehát ha lenne 5 képletem, akkor 2 az ötödiken 32-szörösére megnőne a bealvó fejek száma. 80 ember esetén 5 képletre az jön ki, hogy mondjuk 3 ember figyel, és 77 alszik. Tehát ezért aztán nincs egyetlen egy képlet sem, de egyet muszáj elmesélnem, hogy megértsük a Keplernek a jelentőségét. Ugye ez az eltúlzott ábra azt sugallja, hogy oly, de milyen könnyű ezt az effektust megmérni. Hát ott a csillag, átvonul a bolygó, és már látjuk is a periódikus fényesség csökkenést. Nem. 2 példát mondok. Ugye a naprendszerben a Jupiter és a Nap példáját, ha vesszük. Ugye talán érezzük azt, hogy ez a korongnak a mérete, ez valójában a kör képletének ismeretét föltételezi, R négyzet pi. Az átmérő négyzetével arányos a korongnak a területe. Ez a fényesség csökkenés, ez az U alakú elhalványzásnak a mélysége nem függ mástól, mint a korongok területének arányától. Azaz, a 2 égitest átmérő arányának négyzetétől. Na itt a képlet, most lehet elaludni. Na lényeg, ami lényeg. A Jupiter és a Nap, ugye Szegeden van a Mars tér, a buszállomás, aki szegedi esetleg. Ugye Mars tér, mellett van a Jupiter. Na mindegy, ez egy hülye vicc. Tehát ugye a naprendszerben a Napra és a Jupiterre gondol, a Jupiter a legnagyobb bolygó, az 10-szer kisebb, mint a Nap. Szuper! Azt mondjuk, hogy átmérő négyzetével fordítottan arányos a fedés mélysége. 10x10 az 100. A Jupiter hatására a Nap fényesség csökkenése az 1%. Tehát ha én egy ronda kis zöld UFO lény lennék, akkor mindenki sikítozva elkezdene szaladni kifelé, mert nagyon ijesztő lennék. De ha ronda kis zöld UFO lény lennék 100 fényév távolságból és nézném a Napot, a bolygók pályasíkjának irányából, akkor azt látnám, hogy minden 11 évben 1%-kal lecsökken a Nap fényessége. Szuper! 1%-os pontossággal fényességet mérni, én már egyetemistaként is tudtam a Szegedi Egyetemen, az tök könnyű. De nem ez az igazán érdekes, hanem a Föld. Ugye exoföldeket keresünk, ha élet számára alkalmas helyek a úgymond hajtóerőkkel, mi Földünknek szeretnénk megtalálni az ikertestvérét. A Föld és a Nap aránya 1 a 100-hoz, vagy hát 100 az 1-hez, 1 a 100-hoz. Tehát a napunk az 100-szor nagyobb átmérőben, mint a Föld. Ami azt jelenti, hogy a Földünk korongjának az aránya a napkoronghoz képest 100-szor 110 ezrednyi. A Földünk átvonulása a Nap előtt minden évben 6,5 órára 1%-kal csökkenti a napunk fényességét. Ez eszméletlenül picike effektus. Az 1/10-ezrednyit azt úgy is mondhatom, hogy 100 milliomodnyi. Tehát ppm, part per millionba beszélve, 100 ppm-nyi maga a Föld fényesség csökkentő hatása. A földi légkör alulról, finnen a Föld felszínéről nem lehet ilyen pontosan fényességet mérni. És hát itt van egy ilyen állítás, hogy a Keplernél a fényességmérés zaja az olyan 20 ppm, tehát 20 milliomod résznyi volt, meg még most is az egyébként, tehát ez már alkalmas a 100 ppm-nyi exoföld fényesség csökkentő hatásokat kimérni. Ezért volt olyan nagyon hatékony a Kepler, mert hogyha nagyon, ha egy mosópor reklám lennék, akkor is érdekes lennék, vagy mondjuk használt kocsi kereskedő, vagy kik ilyen ellenszembes emberek, mert nincs senki használt kocsi kereskedő, ügyvéd, politikus, na mindegy, szóval ezek az ilyen alja népe. Ha egy mondatban kéne mondanom, akkor ugye azt mondanám, hogy a Kepler azért jó, ez a mosópor reklámnak, vagy a mosópor ügynöknek a,
nem a mosógép ügynök, porszívó ügynök, megvan. Ezt kerestem, bocsánat mindenkit, akit megsértettem útközben. Tehát a porszívó ügynököt kerestem. Ugye a porszívó ügynöknek az a feladat, hogy kop-kop-kop, kinyitja az egyszeri ember az ajtót, és akkor egy mondattal megpróbálja kapnia, elkapni a figyelmét. Ez az én porszívóm a legjobb, vedd meg sok pénzért ide nekem. És ez néha sikerül. Na most, ha nekem a Keplerről kéne beszélnem porszívó ügynökként, akkor azt mondanám, hogy ez emberiség történelmében a legpontosabb fényességmérő eszköz. És ennek köszönhető az összes felfedezése a Keplernek, különös tekintettel az exobolygók világában. Holnap reggelig tudnék beszélni a Kepler felfedezéseiről. Különösen, hogyha kapnék inni, mert 3 óra múlva elmenne a hangom. Tehát rettenetesen sok eredmény született a Kepler működése során. Én itt most csak azokat emelem ki, amelyekről meggyőződésem, hogy a tankönyvekben már vagy benne vannak, vagy benne lesznek a következő pár évben. Kiderült, hogy exobolygók mindenütt vannak. Rendkívül nagy gyakorisággal talált a Kepler exobolygókat. Ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen pici eséllyel következik be egyáltalán, hogy fedéseket lássunk, a detektált több ezer exobolygó alapján ki lehetett számolni azt, hogy milyen gyakorisággal látunk különböző méretű bolygókat más csillagok körül. Itt egy olyan diagramot mutatok, ami ezt az átmérő szerinti gyakoriságot mutatja, bolygók átmérője szerinti gyakoriságot. A Jupiter, Neptunus-szerű gázóriások mindösszesen 2-3%. Az nem egy nagy mondás. Viszont ha kisebb méretek felé nézünk, akkor azonnal föltűnik egy olyan mérettartomány, ami valójában a leggyakoribb exobolygó mérettartomány, amilyen a naprendszerben nincs is. Ezeket úgy is hívhatjuk, hogy szuperföldek, úgy is hívhatjuk, hogy mini Neptunuszok, ilyen másfél, kettő, három föld átmérőjű bolygók. Ezeknek a rövid periódusú, tehát Merkurnál közelebbi keringésű gyakorisága olyan 20-21%. Ma este derült lesz az ég, fölnézünk az égre, kiválasztunk random 5 csillagot, egynek tuti biztos van legalább egy Merkurnál közelebb keringő, földhöz hasonló méretű bolygótársa. Mert 21%, ami kijött a Kepler statisztikákból, és ez egy nagyon robusztus szám. Tehát az exobolygók azok mindenütt ott vannak, ahol kicsit is megkapirgáljuk egy kicsit jobban a felszínt, de az exobolygók világa az rendkívül különböző attól, amit mi itt a naprendszerben látunk. Ugye a Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz szépen elkülönülő két társaság. Ugye a Merkur a legjobb bolygó, a kicsik csukják be a fülüket, ugye, hát Merkur, mert is meg azt is csinál. Tehát a mellette a Vénusz, Föld, Mars, azok ilyen hasonló, minden földhöz hasonló kőzetbolygók. Kinn, ahol hideg volt, nem párolgott el a gázot, megmaradt a kezdeti felhőnek a mintázata, és ezért megmaradtak a gázóriások, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Ezzel szemben az exobolygók világában vannak ezek a forró Jupiterek. Amiknek a magyarázatához ki kellett azt találni, hogy a bolygók azok vándorolhatnak a pályájukon, bekerülhetnek. Aztán ismerünk olyan bolygókat, amihez még csak hasonlót sem ismerünk itt a naprendszerben. Van olyan, aminek az átlag sűrűsége kisebb, mint a parafáé. Ugye a parafa az egy elég ritka, abból van általában a boros üvegben a dugó. Tehát ez egy nagyon ritka anyag. Ha lenne egy naprendszer méretű medencénk, akkor egy parafa bolygó az nagyon szépen úszna, de hát nincs naprendszer méretű medencénk. Illetve vannak olyan bolygók is, amelyeknek a sűrűsége kétszeresen meghaladja az ólomét. 27 gram per köbcenti. Az kétszer sűrűbb, mint az ólom. Mi az Isten képes egy ilyen többet vasgolyót létrehozni a csillaga körül? Tehát sorra jöttek a meglepetések az exobolygó világába, és ebbe a Kepler hozta a legnagyobb hozzájárulást. És a földekre, ha ránézünk szintén ezen a diagramon, a gyakoriság 16%. Minden hatodik naphoz hasonló csillag körül van legalább egy Merkur pályánál közelebb, vagy azon a pályán keringő, tehát 40 naposnál rövidebb keringés idejű földméretű bolygótárs. Észanyatos sok bolygó van odakint. És akkor innen már azonnal lehet tovább gondolni azt, amit már
pedzegettem az elejétől fog, hogy az élet számára alkalmas helyeket keressük. Az élet számára alkalmas helyek száma is bazi sok, bazi nagy lehet, hogyha majd megnézzük kicsit jobban. Hogy a felfedezésekben a Keplernek a szerepét fölfogjuk és értékeljük. Nézzünk egy ilyen ábrát, ez már egy 2 éves ábra, de a lényeget nagyon szépen mutatja. Exobolygók felfedezése időben. Vízszintes tengén az évek száma 1995-től 2016-ig. Függőleges tengén az új bolygók, új exobolygók száma. 1995-ben ugye 1 volt ez a szám. Az volt az 51 Pegazi, azt nem is látjuk beleolvad a vonalba, mert hogy az első osztás az a 200-nál van. Ugye 2016. május 10-én, az immáron 2 éve volt, egy nap 1284 új Kepler bolygó felfedezését jelentették be. És ezen a diagramon az az egy narancssárga oszlop, mellett a világos kékek azok, amelyek további korábbi Kepler felfedezések. És ha megnézzük, elképzeljük, fölintegráljuk, fölösszegezzük a sötét kékeket, a világos kékeket meg a narancsságát, jól lehet látni, az ismert exobolygóknak a többségét a Kepler fedezte föl. A nagy kérdés, hogy van-e közöttük ténylegesen a Földhöz hasonló bolygó? Ugye a csillagászok azok nagyon igénytelen népek. Tehát elég rám nézni. Ide jöttem, még csak nyakkendőt se húztam, zakó sincs rajtam, izzad a homlokom, tehát hogy nézek én? A csillagászok nagyon igénytelen népek, ez az is mutatja, hogy nekünk például az elemek, a kémiai elemek, azok így vannak, hogy van a hidrogén, van a hélium, meg vannak a fémek. Tehát minden más az a fém. Ez a csillagász igénytelenségnek a tankönyvi példája. Egy másik tankönyvi példa a csillagász igénytelenségre, hogy mit nevezünk lakható bolygónak. Lakható bolygónak tekintjük azokat az égi testeket, amelyeknek a felszínén, földi légkör mellett lehetséges folyékony víz. Ebből egy csomó dolog következik. Nekünk az a lakható, ami olyan, mint a földünk, mert nálunk is ugye a folyékony víz kell. Ebből azonnal következik, hogy minket nem érdekelnek a gondolkodó sziklák, amikről nem tudjuk, hogy milyenek, de lehetnek adott esetben. Minket a földi típusú életnek a helyszínei érdekelnek, és jól tudjuk, hogy a földi típusú életnek a része a víz. Ez a víz, ez az éltető víz, ebben a palacban is éltető víz van. A homlokomon is gyöngyözik az éltető víz. A testemnek a 90%-a éltető víz. Hiszen az élethez szükséges biokémiai reakciók, azok a vizes környezetben mennek a legkönnyebben véghez, vagy végbe. Tehát hogy egyáltalán a sejtek, a kémia, a biokémia működjön, kell a víz. A lényeg, ami lényeg, hogy ezért gondolat mentén van az, hogy számunkra lakható az, aminél lehet folyékony víz, ami tovább lehet forgatni, ha olyan a légkör, mint ami földünk, meg olyan a légnyomás, meg egy csomó ha, azt jelenti, hogy a felszínen a hőmérséklet 0 és 100 Celsius közé esik. Így már lehet definiálni a lakhatósági zónát egy csillag körül. A lakhatósági zóna az az a övezet, amin belül, ha oda rakunk egy földet, nem, se nem fagy ki, se nem párolog el. De ezt lehet látni ezen a diagramon, ahol a vízszintes tengelyen a bolygók által kapott besugárzás látszik, a függőleges tengelyen a központi csillag hőmérséklete. A napunk is föl van tüntetve, az 6000 fokos csillag. Vénusz, Föld, Mars. A zölddel jelölt sáv az, amit lakhatósági zónának tekintünk, és hát örömmel látjuk, hogy például a Föld az a lakhatósági zónában kering. Ha nem tudtuk volna, akkor a Föld az egy lakható bolygó. A Mars is a lakhatósági zónában kering, de nem volt elég nagy tömege, hogy megőrizze a kezdeti víz és oxigén tartalmát, a légköre elszökött, a vizer nagyrészt elszökött, másrészt visszafagyott és visszavonult a felszín alá, és majd jön Arnold Schwarzenegger is kiolvasztja, ugye az Emlékmás című filmben. De például a Vénusz bolygó az nem csak azért olyan forró, mert üvegházhatás miatt kiakadt a termosztát és 500 fok van a felszínén, hanem azért is, mert a lakhatósági zóna forró határán belül kering a naprendszerbe. Az összes többi golóbb is ezen az ábrán Kepler bolygó, Kepler exobolygó. Jól lehet látni, Kepler talált lakhatósági zónában keringő bolygókat. A bolgó korongok, szándékosan beszélek ilyen falusiasan, hát én egy falusi vidéki ember vagyok, származásom tekintetében, ezek a bolgó korongok, ezek átmérőjük arányos a valódi fizikai átmérővel. Tehát amikor a sajtó megírta 2 évvel ezelőtt, hogy a
Kepler fölfedezte a Föld ikertestvérét, akkor nemes egyszerűsége hazudott. Mert ha megnézzük, a Föld korongja, ez a szép kis színes pöttyöcske itt a lézerem alatt, az lényegében kisebb az összes többi lakhatósági zónában keringő Kepler bolygónál. Talán itt van egy, a Kepler 12-29b, ami olyan, de még az is nagyobb, mint a Föld. Tehát igazából, amikor a Kepler talált lakhatósági zónában keringő Földhöz hasonló méretű bolygókat, akkor azok mindegyike nagyobb, mint a Föld. Tehát ha akarunk a rokonság példájánál maradni, akkor ezek nem ikertestvérek, hanem más rokon keresünk, inkább azt mondanám, hogy a nagybácsik. Mindenkinek a családjában ott vannak a nagybácsik. Köztük az, aki minden vasárnap megérkezik, nem nagyon szeretjük, mert hangosan beszél, mindig részegen érkezik, kieszi az összes süteményt a családi éléskamrából. Tehát ezek a Kepler exobolygók a lakhatósági zónában, ezek nem ikertestvérek, ezek inkább ilyen nagybácsik. Hát valami olyasmik, mint a Föld, de azért nem igazán. Tehát ezek mind a Földünknél inkább másfél-kétszer nagyobbak. Tehát a Kepler talált olyan exobolygókat, amelyek a lakhatósági zónába keringenek, de lehet, hogy ezek igazából nem a felszínük által lehetnek élet számára alkalmasak, hanem ha van egy holdjuk, exoholdjuk. Ez egy külön kutatási terület, nálunk is itthon Magyarországon vannak jeles képviselői, az exobolygók körül keringő holdak, tehát a más csillag körül keringő bolygó körül keringő hold. Az az exohold. Ezeknél a Kepler rendszereknél lehet, hogy valójában nem is a bolygó az érdekes, hanem ha van holdja, aminek van saját légköre. Ugye ha fölidézzük a kék lényeket a Avatar című filmben, nem tudom mindenki, szerintem az Avatart sokan látták, ha nem, akkor elég sok kábelcsatornán mennek az ismétlései, azok a nagy ronda kék lények, azok is egyébként egy exoholdon laktak, vagy laknak, vagy fognak lakni, attól függ, hogy hova helyezzük el a fantázia tartományát. A lényeg, ami lényeg, hogy a Kepler talált lakható exobolygókat, de azért egy nagyon fontos megjegyzés. Mi ezeknek, hogy mi van a felszínén, jelenleg nem tudjuk. A Kepler csak detektálta őket. De hogy ezeknek van elég, hogy ezeknek van elég körük, van-e a felszínükön tényleg víz, azt nem tudjuk. Azt majd 20 év múlva tessék megkérdezni. Nem is tőlem, hanem majd a diákjaimtól, vagy még inkább a diákjaim diákjától. A Kepler további felfedezéseket is tett, amit a Földről a korábbi csillagászati projektek nem voltak képesek, majdnem leestem. Ugye például, ugye megy az exobolygók keresése földi távcsövekkel, és egyetlen egy földi projekt nem talált olyan exobolygót, fedési exobolygót, ahol több bolygó, több periódussal mutatja a fedéseket. A Kepler egy csomót talált. Ez egy korábbi diagram, ami még csak a 6 bolygós Kepler rendszer van, de ma már ismerünk olyan exobolygót, Kepler felfedezést, ahol 8 bolygót lehetett kimutatni. A többszörösség ugye azt mutatja, hogy a bolygók ténylegesen azért jellemzően egy síkban keringenek. És ha már egyik fed, akkor jó esélye a többi is fed. Ez ugye tükrözi azt, hogy a bolygók keletkezése az egy ilyen összetöppedő korongba kell elképzelni, vagy ott történhetett meg, és ma is látjuk ennek a lenyomatát, hogy a naprendszerben is így keringenek a bolygók a csillagok körül. Ugye George Lucas és munkatársai 1976-ban publikáltak egy filmet a hollywoodi média gépezet által, ez volt a Csillagok háborúja, ez a kép ott látható, ez ugye Luke Skywalkernek éppen legyilkolták a családját, és szomorúan nézi a naplementét. Ugye ez egy, szoktam ezt így mondani, hogy undorító naplemente, olasz költő ide látogatott. Tehát lényeg, ami lényeg, hogy ő bámul bele a Tatooine bolygó felszínén a naplementébe, és megy le két csillag. Nagyon sokáig a kettős csillagok bolygói, ez ténylegesen egy ilyen sci-fi toposz volt. Egy csomó sci-fi filmben benne van, hogy fölnéznek az űrhajósok, és két nap látszik az égen. Ugye ez van ezen a képen is. A Kepler talált először ilyet. Ugye a Kepler 16 jelzésű rendszerben, ami történik az az, hogy itt a vízszintes tengén az idő, ez itt 600 nap, két év, és a 600 nap során azt lehet látni, függőleges tengén a fényesség, semmi, időnként ilyen tüskék, hol az egyik csillag fedi el a másikat, hol a másik az egyiket, és időnként 243 naponta van egy ilyen harmadik kis tüske is.
Egy kettős csillag körül egy távolabbi bolygó, egy Szaturnusz méretű kísérő kering. A Kepler mutatta meg azt, hogy a tejút rendszerünkben több millió ilyen rendszer lehet, és a Kepler mutatta meg azt, hogy a bolygó keletkezés az nem csak magányos csillagok körül működik nagyon szépen, hanem kettős csillagok körül is. Tehát a bolygó keletkezés az a csillag keletkezés természetes kísérő jelensége. Ahol van csillag, ott van bolygó is. Nagyon nagy esélye. És azért képzeljük már el, hogy ha napunk helyén egy kettős csillag lenne, milyen iszki lenne? Hát néha elhalványodna, néha kitörne, néha meghalnánk, de olyan izgibb lenne, sokkal izgibb lenne az élet, ha közepén a rendszerben lenne egy mondjuk 8 órás keringési periódusú érintkező kettős csillag, mi pedig biztos távolságban 200 naponta vagy 365 naponta keringenénk körülötte. Tehát ilyenek vannak. Korábban lehetett azt föltételezni, hogy vannak, de a föltételezés meg a konkrét ismeret az egész más. Én föltételezhetem, hogy megnyerhetem az ötös lottót. Én azt is föltételezhetem, hogy van 1 milliárd forintom. Sőt, még azt is föltételezhetem, hogy van 1200 milliárd forintom a bankszámlámon. Még erről írhatok is akár egy közjegyző, egy papírt. De az csak akkor lesz valóság, ha ez tényleg bekövetkezik. Na, lényeg a lényeg, hogy tehát a kettős csillagok körüli bolygóknak a felfedezése nagyon fontos volt, és a Keplerhez társult. Egy enyhén depresszív gondolat az élettel kapcsolatban a Kepler 444 rendszere. A Kepler 444-ről az derült ki, hogy egy landcsillagképben levő tiltott önkényuralmi jelkép, egy vörös csillag, vörös törpecsillag, ami körül 5 bolygót lehetett kimutatni. Ez még nem lenne depresszív. Az, hogy egy ötágú vörös csillag körül van 5 bolygó, hát az mégis nagyon nem lep meg senkit. Van az úgy, ezek ilyen Merkur-Vénusz méretű kísérők, az összesnek a keringés ideje rövidebb, mint 10 nap. Ez még mindig nem lenne nagyon érdekes. Hát jó, van egy ilyen exobolygó, hát kit érdekel? Ma már 1000 szám ismerünk ilyeneket. Ami ennél a dolognál nagyszerű, és ténylegesen van benne némi depresszív hatás is, az az, hogy a Kepler 6/10-es pontosságú fényesség méréseivel lehetett detektálni a csillag rezgéseit. Mint a hullámzó tenger. Ugye a napunknál lehet tudni azt, hogy ahogy bugyog a gázanyag, ahogy jön ki az energia, amit termel a napunknak a magja, az berezgeti az egész központi csillagunkat. A napunk felszínén ilyen 5 perces hullámzás történik. Ebből vissza lehet következtetni azt, hogy milyen a belső szerkezete a csillagnak, és ebből meg lehet határozni többek között azt is, hogy mennyi a hidrogén-hélium arány belül, amiből kijön a kora. Ennél a Kepler 444-nél kiderült, hogy 11 milliárd éves a csillag. És 11 milliárd éves csillag körül talált 5 bolygót, amelyek közül legalább egy akár lakható is lehet. És a depresszív gondolat az ott van, hogy vegyük észre, lehet, hogy a Kepler 444 2 milliárd évvel az ősrobbanás után már elkezdte a bolygóit kifejleszteni. Lehet, hogy 5 milliárd évvel az ősrobbanás után már kialakult az élet a felszínén, lehet, hogy ott éltek, működtek, szaporodtak, szeretkeztek, regényeket írtak, filmeket csináltak, kirajzottak a bolygórendszerbe, és aztán kihaltak. És a naprendszer még mindig el se kezdődött kialakulni. Tehát az értelmes élet számára alkalmas helyek száma az roppant nagy. De az egyidejűség két civilizáció között az nagyon nagy megkötés, nagyon nagy szerencsénk kell, hogy legyen ahhoz, hogy velünk egy időben legyen ténylegesen élet és értelmes élet. Mert a Kepler 444 megmutatta azt, hogy igen, már az ősrobbanás után azonnal lényegében elindult a bolygó keletkezés. Tehát ha az élet szeret kialakulni, akkor már előttünk milliárd évekkel kialakulhatott, és már 17-szer ki is pusztulhatott, és 17-szer újra alakulhatott, és 18-szor is kipusztulhatott. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a világegyetem odakint, az sokkal érdekesebb hely, mint gondoltuk, de nagyon nagy. Nagyon nagyok a távolságok, nem csak térben, ugye ez is 117 fényévre van tőlünk. Ha küldünk egy rádiójelet, sziasztok, 117 év múlva hallják meg, ha tételezzük, hogy meghallja valaki, visszasugároz, az még 117 év, az 234 év. 234 év, az a 240 lenne 60 választási ciklus,
az 58 és fél választási ciklus múlva lesz. Nincs az a kormány, ami finanszírozna egy ilyen kutatást, arra, hogy a Kepler 444-nek az exobolyóit meghad, integessünk nekik rádióhullámokkal. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy az univerzum, a maga a tejút rendszerünk és a csillagok világa az eszméletlen nagy térben is és időben is. Ez mondjuk így, hogy szerintem enyhén depresszív gondolat. Ugye Kepler 2009-ben kezdett el működni, az első adatok rögtön lejöttek, és ahogy egyre hosszabb és hosszabb lett az adat gyűjtésnek az időszaka, egyre érdekesebb dolgok is kiderültek, ha hosszú idő keresztül mér az ember, akkor ismétlődő jelenség könnyebben kijönnek. Ugye először jöttek a forró Jupiterek, aztán a kőzetbolyók, a többszörös exobolyók, aztán kisebb méretű bolyók, egész kisméretű bolyók, a legkisebb Kepler bolygó az kisebb, mint a Hold. Annak köszönhetően, hogy a központi csillag is sokkal kisebb, mint a Nap. És 2013-ban, immáron 5 évvel ezelőtt, mindenki nagy optimizmussal várta a Kepler eredeti 4 éves missziójának a meghosszabbítását. A NASA helybe is hagyta 13 májusában, hogy oké, menjen még legalább 2 vagy akár 4 évig is. Ekkor azonban valaki egy nagy piros X-et fölrajzolt az égre, és abba maradt a adatgyűjtés. Ugye mi történt? A Keplernek megszakadtak az eredeti mérései. A technikai részletek nélkül a Kepler azért volt annyira pontos csillagászati fényességmérő eszköz. Emlékezzünk a porszívó ügynök szövegre. Az emberiség kezében valaha létezett legpontosabb fényességmérő eszköz. A Kepler. Ez azért volt, mert rendkívül precízen tudta az irányzékot tartani az égen a kijelölt látómezőben. Ugye azt kell tudni, hogy ha egy nem gömbszimmetrikus testet kirakunk a világűrbe, már pedig a Kepler itt jobb oldalon látható, ez nem gömbszimmetrikus test. Erre ha rásüt a nap, a napsugárzás, a nap fénynyomása el akarja forgatni. Egy forgató nyomatékot gyakorol rá. Megsüti a nap, és be akarja forgatni egy olyan irányba, ami úgy körülbelül szimmetrikus, körülbelül éppen a nap irányát, tehát minimalizálja a nap felé fordított részt. Ez az elfordító hatás iszonyú picikének gondoljuk, hiszen ki, valljuk be őszintén, ki élte már át azt, hogy kilépett reggel a ház ajtaján, szembesütött a nap, és így meglökte a nap fénynyomása. Ugye ezt nem élte át még senki, a szél esetleg, de a napsugárzás nem. De a világűrben, ahol ott van kint minden szabad esésben lebeg, ott egy ilyen pici kis elfordító hatás is azonnal beforgatja a távcsövet. Tehát a Kepler azért tudott ilyen pontosan mérni, mert ezt a nap elfordító hatását ki lehetett kompenzálni 4 darab lentkerékkel. Akinek van olyan óvodáskorú gyermeke, főleg ha fiú, akkor az pontosan tudja azt, hogy a lentkerekes autók, elengedjük és gurul. Azért azért mozognak, mert van bennük egy nagy tömegű forgó kerék, és annak a tehetetlensége viszi tovább az egészet. A Keplernél 4 óriás lentkerék az úgy pörgött, pörgetjük, hogy pontosan kikompenzálták a nap elforgató hatását. Ugye ugyanaz a jelenség, amikor ülünk a forgószéken, fizika egyetemi vagy fizika középiskolás kísérlet, ülünk a forgószéken, és a tanarunk a kezünkbe ad egy tengelyen forgó bicikli kereket. Megvesz, kézbe vesszük, elforgatjuk, és az egész szék elfordul. Ugye a belső rendszernek az összimpulzus nyomaték az megmarad, ezért elforgatjuk belülről, akkor az egész rendszer visszafelé reakcióként szintén elfordul. A lényeg, ami lényeg, hogy a Keplernek a 4 darab pörgetyűje közül az egyik már 1 éve az indulás után elromlott, és 13 májusában, 5 évvel ezelőtt a második is elromlott. Onnantól kezdve elkezdett himbálózni a távcső. Meg kellett szakítani a méréseket, a csillagászok elmentek a kocsmába inni és szomorkodni, a NASA mérnökei pedig mentek vissza az irodába és próbáltak gondolkozni, hogy na mi a fenét lehet csinálni. És végül is, ugye én beszélek most már éppen 45 perce, azóta már körülbelül 100 000 fényességmérést éppen elvégzett a Kepler, mert hogy most is működik. Ahogy így most beszélek, 6 másodpercenként integrál a CCD mozaik, de most már úgy hívjuk, hogy K2 misszió, most már nem az eredeti látómezőt követi a Kepler, hanem kitalálták a NASA okos emberei, hogy ha beforgatjuk a távcsövet a nap irányára merőlegesen, ami azt jelenti, hogy az ekliptika a bolygók pályasíkjának az irányába, akkor a 2 maradék lentkerékkel ki lehet egyensúlyozni a napnak az elforgató hatását.
és így negyed évente elfordítási kényszerrel, mert hogy a napelem táblákra azért kell, hogy süssön a nap, negyed évig képes egy irányba meredni úgy, hogy a két lentkerék egyensúlyoz a nappal, napsugárzással, aztán negyed év múlva el kell fordítani 90 fokkal, akkor negyed évig megint egy irányba mered, aztán negyed évig megint, és így tovább. Most jelenleg a 17. negyedéves missziós adatgyűjtés történik a K2 küldetés során, és így szépen föltérképezi az égboltot. A Keplernek ez a K2 misszió, ez egy külön előadás, úgyhogy itt erre nem is térnék ki rá. Viszont az adatai azok publikusan elérhetők. Mindenki, aki belelkesedik és elég őrült, ma este meggooglizhatja ezt, egy Kepler Data Download, és akkor eljut előbb-utóbb egy NASA weblaphoz, ahol le lehet tölteni az adatokat idő függvényében, 6/10 pontossággal, 150 000 csillag fényessége. Elég pervers emberek kellenek ehhez, hogy ezt nézegessék este a Playboy helyett. Lényeg, ami lényeg, ez azért van, aki ezt csinálja, és például, most már lassan 3 éves a sztori, egy David LaCourse nevű figura, aki amatőr asztronómia, tehát amatőr csillagász, vette azt észre az egyik ilyen publikus Kepler csillag adatsorban, hogy valami fura dolog történik. Ez a cikknek, a felfedezés bejelentő cikknek a címlapja, Planet Hunters 10, Kik 84-62-85-2, ez egy csillagnak a jelzése az eredeti Kepler mezőben. Where's the flux? Ugye ez a cikknek az alcíme, aki tud angolul, fölismerhet egy betűszót, ugye a WTF-nek egy nyomdafestéket tűrő kifejtése, where's the flux, hol van a fluxus? Ugye aki nem tud angolulnak, nyomtatom nyugodtan, ugye what the fuck? Valójában ennek ugye WTF csillag, hivatkozunk is rá így. Ugye mit vett észre ez a figura? Nézegették a Kepler adatokat, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember a monitorán kirajzolja időfüggvényében a Kepler fényességméréseket. Ennél a 84-62-85-2-nél azt vette észre ez az amatőr csillagász, és aztán a szakcsillagászok segítettek a vizsgálódásban, hogy hosszú ideig semmi, és akkor egyszer csak ilyen tüskeszerűen hirtelen elhalványodások, amikre ha ránagyítunk, akkor lehet látni, hogy egy nagyon jellegzetes ilyen tehát ilyen hanggal is el lehet játszani. Ilyen nagyon hegyes, ugye az ember úgy szeretné megpendíteni, mint a tűt, ilyen ding. Tehát ilyen nagyon hirtelen elhalványodások, amelyek nem periódikusak. Semmi nem ismétlődött. Egy csomó ilyen elhalványodás történt a 4 évnyi Kepler adatgyűjtés során, de egyik se ismétlődött. Sem időben, tehát nem periódikus, sem alakban. Na, bocsánat a profán hasonlatért, de ezek ugye nagyon jellegzetes ilyen tehén-tőgy alakú elhalványodások. Ezek úgy ismétlődgettek, de soha nem pontosan, szigorúan, periódikusan. Na lényeg, ami lényeg, hogy ez még nem lenne annyira érdekes, hiszen csillagok elhalványodását az okozza, hogy valami eltakarja. Akkor valami kering körülötte, valami bonyolult dolog. Ami miatt izgatottá vált a szakma és aztán a média is, az az volt, hogy egy olyan csillag mutatja ezt, amely típusú csillagok ilyet nem szoktak mutatni. És mindenféle ilyen obskurus asztrofizikai magyarázatot talált, ki lehet találni, de mindegyikkel van valami baj. Sántít. És a bejelentéssel párhuzamosan egy másik vizsgálat is megjelent, és a média ezt fel is kapta. Egy másik amerikai csillagásztársaság fogalmazta meg egész konkrétan, hogy valójában ilyen fényesség csökkenéseket az is okozhat, hogyha épül egy Dyson-szféra a csillag körül. Emlékeztetnék rá, Dyson egy amerikai asztrofizikus volt, aki az 1960-as években leírta azt, hogy hát emberek, nekünk nem a Szaharába kéne telepíteni napelemtáblákat, hogy napelemfarmokat működtessünk, hanem vegyük körbe az egész központi csillagot. Tehát Dyson azt hipotetizálta, azt tételezte föl, hogy egy nagyon fejlett technikai civilizáció eljuthat oda, hogy az egész központi csillag energiát csapdázza. Megépít egy ilyen gömb alakú valamit, ami csapdázza az összenergiát, és akkor havaj van, minden energia problémánk meg van oldva. És itt ez egy ilyen fantázia rajz, és az lett megfogalmazva, hogy ennél a Kik 84-62-85-2-nél akár ez is lehetséges. Ugye itt egy ilyen fantázia rajz látható, hát képzeljük el, ez
mekkora közbeszerzés lehet egy ilyet megépíteni. Ez egy legalább 500 éves közbeszerzés, hiszen ugye itt lehet a, mit tudom én, a Budakalász, majd Búzakalász 66, itt a mit tudom én, ki és társa. Tehát lényeg, ami lényeg, ez egy hatalmas nagy vállalkozás, ha egy civilizáció belefog, és ténykérdés, hogyha van egy ilyen bonyolult alakú, épülő, közbeszerzés alatt álló Dyson szféra, akkor az pontosan ilyen fényességcsökkentő hatásokkal bírhat. A média ezt a megastruktúrák dolgot fel is kapta, a BBC-ben azonnal megjelent a headline, ugye bizarr csillag azt sugallhatja, hogy idegen civilizáció létezik, mondják a tudósok. Mondta a halál. Senki nem mondta ezt. Senki nem mondta ezt. Hosszú oldalakon ott van, hogy igen, lehet Uxor csillag, lehet Ercről, az se jó, lehet bolygó, óriás üstökös, akár még ez is lehet, de senki nem mondta azt, hogy ez van. De persze a sajtó az ezt hallotta meg. Utána jött a Riposzt, vagy hát inkább a Washington Post, nem fedeztünk föl idegen megastruktúrákat egy idegen csillag, egy másik, egy távoli csillag körül. Aztán az Independent folytatta, a csillagászok lehet, hogy felfedeztek óriás megastruktúrákat egy csillag körüli keringéssel valahol a tejút rendszeren belül. A sztorinak van legalább kettő üzenete. Az egyik üzenet az, hogy mindig gondoljuk meg azt, hogy mit mondunk egy újságírónak, mert ha ő csak azt fogja megírni, ami neki érdekes. A unalmas asztrofizikát azt nem fogja megírni. Tehát nagyon nagy felelőssége van a tudósnak akkor, amikor nyilatkozik a médiának. Nem lehet akármit nyilatkozni. A másik állítás szerintem sokkal izgalmasabb. Senki nem állítja azt, hogy a Kik 84-62-85-2-nél van Dyson szféra. Hogy ott most éppen valaki kőgazdaggá válik a 500 éves közbeszerzési szerződés aláírása után. De, ha van ilyen, akkor van az emberiségnek eszköze, ami ezt már képes felfedezni. Tehát, ha vannak odakin értelmes civilizációk, amik építenek Dyson szférákat akár, azokat már most képesek vagyunk felfedezni. Nem azt mondom, hogy hónap után föl is fedezzük tényleg. De az emberiségnek a csillagászati megfigyelés technikája elérkezett ahhoz a küszöbhöz, hogy passzívan, de igenis képesek vagyunk észlelni a máshol lévő, nagyon fejlett idegen civilizációkat. Hát nem biztos, hogy ez olyan jó dolog, hát szerintem jó dolog egyébként, de van már eszköz a kezünkben. Jelenleg egyetlen egy csillag sincs, amire rá tudnánk mutatni, hogy itt van élet, itt élnek lények. De a Kik 84-62-85 esetre rámutatott arra, hogy a Kepler és hozzá hasonló űrtávcsövek igenis kezünkbe adhatják a kulcsot, hogy megtaláljuk azokat a lényeket, akiknek a létezésében én személy szerint annyira szeretnék hinni. A tavalyi évnek egyébként egy nagy szenzációja szintén ezen a területen jelentkezett, vagy hát most már egy éves a dolog. Erről ez egy nem Kepler felfedezés, és hát tulajdonképpen ez is a Nature-ben jelent meg, a TRAPPIST-1 rendszerének a felfedezése. Ugye a TRAPPIST-1 az egy fedési exobolygó, ezt egy földi program fedezte föl. A TRAPPIST az se nem sajt, se nem sör, de ha valami, akkor inkább sör, mert egy belga csapat, és ugye a belgák sörre a TRAPPIST. Ennek a robot távcsőve Chiléből fedezte föl, és aztán a Spitzer űrtávcsővel megmérték 40 napon keresztül, nem 20 napon keresztül, a csillagnak a fényességét infravörösben is kiderült, hogy 7 bolygó kering a vörös törpe csillag körül. Itt ez az idő függvényében a fényességen elhalványadások vannak, és 7 különböző periódussal, 1-2-4 kétszeres rezonanciákkal, 7 különböző bolygó kering, amely 7 bolygó közül volt olyan időpillanat, amikor 3 is a csillag előtt volt. Itt megint csak azt látjuk, hogy idő függvényében a fényesség Spitzer űrtávcsővel elhalványodik, mert 2 bolygó is bekerült a csillag elé, aztán bejött a harmadik, akkor van itt ez a kis plusz elhalványodás, aztán az egyik bolygó kiment, visszament a fényesség, másik bolygó is kiment, visszament a fényesség, harmadik bolygó is kiment, visszament a fényesség. Tehát nagyon bonyolult rendszert sikerült detektálni. És amit ennél érdekes, hogy ugyan a csillag az nagyon különböző a napunknál, ha a napunk egy tábortűz, akkor a TRAPPIST egy központi csillag egy mindjárt kihúnyó parázs darabka, mert egymilliószor kisebb a fényteljesítménye, de a bolygók annyival közelebb keringenek hozzá, hogy 3 bolygó is a lakhatósági zónában kering.
Tőlünk mindösszesen 39 fényévre található csillag, 7 bolygóval, aminél 3-nál is elképzelhető, hogy a felszíne valami ilyesmi. Hogy hullámzó tenger, és hát egy mélyvörös színű csillag körül keringenek a bolygók. Ugye a Hófehérke és a Hét Törpe mintájára hívtam ezt a rendszert néhányszor már Vérvöröske és a Hét Törpe. Mert egy vérvörös központi csillag körül 7 körpe bolygó kering legalább. És ebből a 7-ből 3 is olyan távolságban van, hogy a felszínükön lényegében elképzelhető élet számára alkalmas hőmérséklet és nyomás és folyékony víz viszonyok, ha a felszínük tényleg olyan. Ezt persze jelenleg nem tudjuk, most még csak a létezésüket tudjuk. De gondoljunk bele, ha nekem valaki azt mondja 25 évvel ezelőtt, hogy figyelj Laci, reggelente arra nyitott fel a internetes csillagászati szaksajtót, hogy hát most éppen felfedeztünk 7 exobolygót egy vörös törpe körül 39 fényévre tőlünk, hát kiröhögtem volna. Tehát ez annyira vad sci-finek tűnt még a 90-es években, hogy ilyeneket fogunk csinálni. Most meg hát minden héten kis túlzással. Ugye a 39 fényév a TRAPPIST-1 egy rendszere, az még mindig bazi messze van. Tehát a mostani rakétatechnikánkkal 180 ezer évig tartana az út idáig. Ez se egy olyan, amire bárki szerződne akármilyen KFT-vel, hogy 180 ezer év múlva kiállítok egy teljesítési igazolást, és akkor mehet az utalás. Tehát nem, ez egy sokkal más skálákon való gondolkozást igénylő dolog, de szerintem minden okunk megvan a lelkesedésre. Az univerzum odakint egy nagyon érdekes valami, és ennek a kutatása különösképpen izgalmas téma. Na lényeg, ami lényeg, hogy pontosan ezért, mert izgalmas dolgok vannak odakint, a csillagászok izgalmas dolgokat fedeznek föl. Említettem az elején, hogy ide ömlik a pénz. Hát jó, ez a pénz valójában még mindig csak 100 milliókban van, és euróról beszélek, nem forintról, de akkor is a nagy képben azért ezek nekünk nagyon fontosak. És ha megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a következő 10-15 évben a felfedezések üteme nem fog lassulni. És már most lehet tudni, hogy 2030-ig, amikor én 58 éves leszek, még mindig legalább 25 évre a nyugdíjamtól, dedikált űrtávcsövekből egy csomó el fog indulni. Múlt héten indult, és ezért is van aktualitás ennek az előadásnak. Ugye remélem sokan olvasták a sajtóban, a teljes magyar sajtóban végigment, hogy amerikaiak elindították a következő űrtávcsövüket, a TESS missziót, amiről ma lesz néhány szlájdom. Jövő év elején az Európai űrügynökség elindítja a Keops űrtávcsövet, megint csak egy közeli esemény. De aki már előre tud képzelni több évvel, akkor az tudja, hogy 2026-ban a Plato európai űrtávcső fog repülni 500 millió euróért, exobolygók ezreit fogja felfedezni, és 2028-ra is van döntés az Európai űrügynökségnek, az Ariel nevű űrtávcső, megint egy ilyen 600 millió eurós űrtávcső lesz, ami már nem is felfedezni fog exobolygókat, hanem egy ezres mintára színképeket fog fölvenni. Az Ariel lesz az első komoly műszer az emberiség kezében, 10 év múlva, ami nem csak egy-kettő égi test, amit a James Webb fog jövőre, vagy jövő után 2021-ben elkezdeni mérni, hanem ezres mintába képes lesz megmondani, hogy miből áll az exobolygók légköre. És milyen a felszín. Miből van a felszín, mert a színképeket fog mérni. Ugye a TESS, Keops, Plato, Ariel, tehát a következő 10 éve megvannak már a döntések, közül a TESS az most indult el. Ez egy olyan spéci eszköz, ami 4 kamerával fogja a fényes csillagok körül keresni a fedési exobolygókat. És ha össze akarjuk hasonlítani a Keplerrel, amiről sokat beszéltem, akkor érdemes azt megmutatni, hogy a Kepler főleg távoli csillagok körül fedezett fel exobolygókat, ezzel szemben, és egy nagyon kis égterületen, az eredeti Kepler látómezőben, ezzel szemben a TESS a 200 fényéven belüli összes csillagot meg fogja vizsgálni, és meg fogja mutatni, hogy vannak-e rövid periódusú fedési exobolygók körülöttük. A TESS-nek van néhány nagyon erős magyar vonzása is. Ezt a fotót tavaly nyáron készítettem a Normafán a Bajai Halászcsárdában, kint a kertben, itt mindenféle figurák vannak, a két nagyobbik gyermekem, nem őről beszélek, ő a kollégám.
És hát akit különösen jellegzetes, egy George Ricker, aki az MIT-n, a Massachusetts Institute of Technology-ben, Bostonban, a TESS űrtávcsőnek, ő a vezető kutatója. Ami a Bill Borucki volt a Keplernél, az George Ricker a TESS-nél, aki tavaly ellátogatott hozzánk, és hát akit még itt kiemelek, szintén nem a gyermekem, Pál András, aki a Csillagászati Intézetnek a kutatója, aki, akit most ugye a múlt héten visszapattintott az amerikai határőrség a nemzetközi reptéren, és most nagyon mérges, és keresi a vízum szerzésnek a lehetőségeit, de ő írta már eddig is, és ő fogja finom hangolni az adatelemző szoftvert. Azt a programot, ami a TESS kameráiról lejövő CCD képekből ki fogja köpni az idő függvényében a fényesség adatokat 6/10 pontossággal. Ennek az áll a háttérében, hogy a Pál András kollégám épített egy olyan egész égbolt kamerarendszert, ami optikailag és CCD kamerát tekintve szinte tökéletesen analóg a TESS műhold fedélzeté levő kamerákkal. Tehát neki nagyon egyszerű a feladat, nagyon egyszerű volt a feladata módosítani a saját szoftverét a TESS számára, és ez nagyon olcsón. Ugye hát a keleti munkaerő, az olcsó keleti munkaerő a TESS számára is megjelent. Ugye nagyon sokan fognak dolgozni magyar csillagászok a TESS által megmért csillagfényesség változások elemzésén. A csillagok rezgéseit a TESS Astroseismic Science Consortium, a TASC fogja majd vizsgálni. Gyakorlatilag a fél magyar csillagász közösség benne lesz. Bakos Gáspár, akinek tavaly a parlamentben átadtuk a Gábor Dénes díjat, a Princeton Egyetemnek a professzora, asztrofizika professzora, ő a TESS célpontokat definiálja, ő fedezi fel szépen az exobolygókat és átadja a TESS-nek. És hát Fűrész Gábor, aki még a Szeged Egyetemen nekem diákom volt 20 évvel ezelőtt, ő az MIT-nek a fő műszerfejlesztő mérnök csillagásza. Ő volt az, aki összerakta a lencséket meg a kamerákat a műhold számára. Tehát egy nagy ember, mondjuk így. Hát ő milliárdos forintban, 10 millió dolláros dollárban költségvetések fölött diszponált az elmúlt években. A másik eszköz, aminél szintén a magyar vonatkozásokat szeretném megemlíteni, az ugye a KEOPS, az Európai űrtávcső, itt szépen lehet látni egy ilyen sajtóanyagnál, ez a piros, fehér, zöld, ez a magyar föld, ez a magyar hozzájárulás ehhez az eszközhöz. Ez jövő év elején fog majd repülni, ez nem fölfedezni fog exobolygókat, hanem ismert exobolygókról fogja megmérni a méretüket minden korábbinál pontosabban. Ezek sem hobbitok, hanem normál méretű emberek a Berni Egyetemen, és hát ez itt maga a KEOPS távcső, egy 32 centis távcső, ami jövőre fog majd repülni. Ennek is vannak magyar vonatkozásai, én vagyok a fő magyar főcsővezető a konzorciumban, vannak további magyar tagok az ELTE-ről, és hát mindenféle munkatársak az intézetből és az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriumból Szombathelyről dolgozunk a KEOPS-on. És hát van egy vendégmunkásunk is, ugye Simon Attila, az én egykori PhD hallgatóm, aki posztdoktorként a Berni Egyetemen dolgozik, KEOPS posztdoktorként és szoftverfejlesztőként. És hát nagyon büszkék vagyunk a KEOPS esetében, hogy van ipari együttműködésünk is. A KEOPS fedélzetén van egy 1 kilós vasdarab, ami egy 1 millió eurós projekt volt a Miskolci Admatis Kft-nek. Tehát az 56 kilós műholdból 1,2 kilót Miskolc szállított le 1 millió euróért. Ez egy jó üzlet volt, maradjunk ennyire. És hát az utolsó szlájdom, és ezzel most már le is zárom, a Plátónál és az Arielnél szintén megvannak a magyar tudományos együttműködések. A Plátó kapcsán most éppen a döntési sorban van egy kormány előterjesztés, amit előleg minden minisztérium jóváhagyott, további ipari partnerek számára bedolgozás lehetőségét megtámogatni. Erről majd szerintem, amikor meg lesz a döntés, akkor a sajtóban fogunk hallani, és az Arielnél is most tapogatózunk a sötétben, hogy hol vannak olyan jó domborulatok, ahonnan kipotyoghatnak ipari együttműködések is. Amit ennél az üzenet, hogy az exobolygókutatás az most egy nagyon menő téma. Az exobolygókutatás az űrcsillagászatot nagyon igényli, űreszközöket építünk, így többes szám első személyében. Ebben magyar csillagászként vagy fejlesztő mérnökként részt lehet venni, részt kell venni, és igazából a fiataloknak, a gyermekeknek és a kevésbé gyermekeknek, de üzenet, a pályaelhagyás tervezőknek üzenet, hogy a következő 10-15 évben rengeteg munkát tudunk adni ezen a területen. És lehet, hogy majd egyszer visszajövök 20 év múlva,
vagy esetleg hamarabb is, elmesélem, hogy jé, tényleg megtaláltuk az idegeneket. Hát mondjuk ott vannak tőlünk 200 fényévre, de megtaláltuk őket. Szerintem ebben hinni és ebben reménykedni minden alapunk megvan, és köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik január 8-án 22 órakor, január 9-én 10 és 18 órakor, valamint január 13-án hétfőn 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket, címünk Pomász Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu. És weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu. Illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube és a Facebook oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek további kellemes időtöltést. Találkozzunk az ismétlések alkalmával is. Viszontlátásra!